Szervusztok, kedves emberek! Szeretettel köszöntünk benneteket újfent itt a Kaptafában, a Mindenségit Podcast legújabb adásában. Engem Pázmendi Gergelynek hívnak, ez itt pedig Varga Tóth Róbert barátom. Sziasztok! A mai napon dr. Vasáros Gábor geográfussal beszélgetünk, aki a KRTK Regionális Kutatások Intézetének kecskeméti tudományos munkatársa. Jól sikerült elmondunk? Igen. Hello, Gábor, köszönjük szépen, hogy itt vagy. Üdvözlök mindenkit én is. Azért hívtunk meg, mert hogy a műsorfolyamban itt a Mindenségit Podcastban elő-elő szokott fordulni az a téma, hogy manapság az emberek mennyire fogékonyak az összeesküvés elméletekre, és ugyan te geográfus vagy, de mégis az érdeklődési köröd az ezekre a konteók felé irányul. Mi az, ami téged ezekben a témákban ennyire vonz, és hogy lettél te geográfusból ilyen konteó tudós, vagy szakértő? Hát azt nem mondanám, hogy szakértő vagyok, ez inkább hobbi nekem. Tulajdonképpen ez úgy alakult, teljesen véletlenül. Én annak idején ugye terület- és településfejlesztő geográfusnak tanultam az egyetemen, és egyszer csak így szembe jött velem az interneten, ahogy így próbáltam utána nézni a városi hősziget jelenségnek, ugye ez egy létező környezeti problémája a településeknek, egy konteó, ami arról szólt, hogy hát gyakorlatilag ezt a városi hősziget jelenséget a mesterséges klímaváltozás okozza, és ugye ennek a hátterében a chemtrail áll, és tulajdonképpen én így kerültem kapcsolatba, az akkor még egyébként Magyarországon nem nagyon ismert chemtrail konteó volt, tehát ez ilyen 2008 tájék, amiről beszélek. Ugye hozzánk azért egy pár évvel később jött be, hát ugye hozzánk ezek a konteók mindig egy kis csúszással jönnek a nyelvi akadályok miatt. És egyből nagyon megtetszett idézőjelben, mert egyrészt szerintem a chemtrail konteó az egyik legjobban kidolgozott konteó. Tehát abban azért komoly mennyiségű energiát fordítottak az emberek, kár, hogy nem valami hasznos dologba egyébként. Másrészt nagyon sok valós, valid tudományos alapja van egyébként, tehát egy csomó olyan része van a chemtrail konteónak, ilyen részigazságok, amik önmagukban külön-külön egyébként megállják a helyüket. Akkor itt szólj a kapásból közbe. Mi az, hogy konteó? Ugyanis most, amikor mondod, hogy ebbe tök sok energiát fektettek emberek, az azt jelenti, hogy ezt szándékoltan hozzák létre, miközben én meg azt gondoltam, hogy az információknak a fals vonulata, vagy hogy az emberek fejében másképp áll össze, de ezek szerint akkor a konteókat gyártják? Kezdjük ott, mi a konteó? Na, hát először is akkor négy dolgot külön kell választanunk, ami az emberek agyában átlába keveredni szokott, és ezzel foglalkozó szakcikkekben is nagyon sokszor ezek keverednek. Van ugye az álhírek. Az álhír az arról szól, hogy van valami kacsa. Ez lehet arról, hogy valaki celeb, valakivel kufircolt, akivel nem egészen odáig, hogy mit tudom én, valamelyik amerikai elnök jelölt, mit tudom én, gyermekfuttató hálózatot működtet egy pizzériában, ugye volt ilyen. Ezek álhírek, ezeket általában nem konkrétan hazugság céljával gyártják, hanem ez egy pénzügyi forrás, gyakorlatilag klikvadászat. Ez egyébként egy kicsit túltolt verziója annak, amikor az újságok írnak egy valid cikket, csak egy teljesen más sugalmazó címet adnak neki, hogy gyűjtsék a kattintásokat. Ugye ez azért ugyanúgy kimeríti sokszor az álhír fogalmát, mert pontosan tudjuk, hogy az emberek nagyon gyakran csak a címet, meg az első egy-két bekezdést olvassák el. Tehát hiába van mondjuk 6 sorra lejjebb már leírva valós igazság, hogyha az eleje félrevezeti őket. Aztán van a dezinformáció. A dezinformáció ettől abba különbözik, hogy az egyiket lehet, hogy igazat mond. Csak olyan környezetben van tálalva, hogy az szándékosan félrevezesse az embereket, és ez az információ már mindig szándékosan félrevezetési céllal készül, többnyire egyébként politikai megrendelésre. De most a dezinformációról beszélsz. Igen. A dezinformáció egyébként nem új dolog. Szerintem, ha valaki rágooglizik arra, hogy Edison és Teslának milyen vitája volt egyenáram, váltóáram kapcsán, ott például Edison egy rendes dezinformációs kampányt csinálta az váltóáramról, tehát állatokat töltek meg váltó áram, és ott hagyták a város, ugye az emberek megrettenjenek tőle. Tehát ez ilyen. Aztán van ugye még egy kategória, ez a tudatos átverések. Azt nagyon fontos ezektől külön választani, mert a dezinformáció az alapvetően arról szól, hogy neked a politikai, vagy akár bármilyen más meggyőződés, nem, hanem hogy neked, mint fogyasztónak, a politikai, vagy mármilyen más elfogultságodat kielégítse, és egy benned egy ilyen azonnali kielégítést okoz, hogy megveregeted a váladat, hogy na, nekem igazam. Tehát amikor például, mit tudom én, az orosz dezinformáció leírja, hogy mit tudom én, az ukrán nácik, mit tudom én, biofegyvergyárat működtetnek az Azovsztál pincéjében, az egy dezinformációnak nem célja, hogy te tényleg elhitt, hogy ott van vegyi fegyvergyár, az a lényeg, hogy te jól érezd magad, hogy te az oroszok pártján a jó oldalon állsz most idézőjelbe. És
ez nagyon sokszor ezek kimondottan az érzelmekre hatnak. Tehát itt nem az a lényeg, hogy hihető legyen, az a lényeg, hogy te aznap tud valamiért szidni az ukránokat, vagy tud valamiért szeretni a Putyint, vagy mit tudom, de egyiket ilyeneket cégek is csinálnak, amikor egymásról csinálnak dezinformációt. Egyébként csak azt általában jobban bújtatják, hogy ne lehessen őket beperelni. Ugye a szándékos direkt átverések ettől jóval különböznek, azoknak általában konkrét anyagi vagyonszerzés a célja. Egyszerű példát mondok, amikor valaki interneten árulja a szódabikarbonás citromlét azzal a címkével, hogy az gyógyítja a rákot, ő le akarja húzni a beteg embereket. És az a szomorú, hogy azok az emberek, akik kétségbe vannak esve, azok lehet, hogy több százezer forintot elköltenek ilyen hülyeségekre. Igen, hajlamosabbak hinni. Igen. És vannak a konteók. Ugye a konteó ettől abba különbözik, amiket eddig elmondtam, hogy a konteó az általában valamilyen tévhitből épül ki, aminek van valóság alapja, és ezt túlköltik. Ez nem feltétlen szándékosan történik, ez lehet egyszerű félreértés is azokkal. Tehát a konteók egy jelentős része nem azért készül, hogy téged meggyőzzenek valamiről, hanem ők hiszik el. És azért nagyon sok konteó az nem is terjed úgy az interneten, hogy az arcodban nyomják, hanem csak egy fű alatt egymásnak mesélik az emberek. Akkor, hogy ezt konkretizáljuk, beszélj egy kicsit a chemtrailről. A chemtrail az egy azért érdekes konteó, mert az önmagában valójában több konteónak a gyűjtőneve. Tehát valójában nagyon sokféle chemtrail verzió van. Ez azért is fontos, mert maguknak a konteóknak is vannak típusai. Egy kis tipológiája. Ugye vannak a jó, a rossz konteók, ugye a jó konteó az, aminek van valami logikája. Tehát, hogy állít valamit, erre nincsen bizonyíték, de próbálja logikusan levezetni, hogy ez ezt okozza, az azt okozza, és így következik belőle. Ilyen konteók egyébként tudnak utólag bebizonyosodni, hogy igazak. Erre szerintem a legjobb példa az MK Ultra nevű ilyen konteó, ami arról szólt, hogy az amerikai kormány az kísérletezett az emberekkel, és kábítószert csempészett élelmiszerbe, vízbe, stb., hogy leteszteljék, hogy ez hogy ad az emberekre. Ez utólag kiderült, hogy ez tényleg megtörtént. Tehát ennek a dokumentumait egyébként a CIA honlapján már el lehet olvasni, mert lejárt a titkosítása. Ezért szereted az amerikaiakat annyira, ugye? Igen. Aztán vannak a rossz konteók, tehát onnan lehet megismerni, hogy nincsen benne logika. Tehát állít valamit, állít egy következményt valamiről, amitől mondjuk mi félünk, de a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz. Ilyen mondjuk az 5G, ami elmondja, hogy rossz a mobiltelefon, majd ezt illusztrálják felrobbanó fejű gyerekkel a mobiltelefon mellett, de hogy az egyikből a másik hogy következik, az nincs levezetve semmilyen értelmes módon. Ráadásul ezek az emberek tudnák, hogy mondjuk akár mondjuk itt a TV-tornyok, amiből van egy pár Budapesten, milyen sugárzás bocsájtanak ki, akkor már rég pánikolva elhagyták volna még az agglomerációt is, mert a 5G-tornyoknak úgy a fül a sugárzása azokhoz képest. Aztán vannak az álkonteók. Ugye az álkonteó az azért fontos, mert amiről az emberek azt hiszik, hogy konteó, pedig valós tény. Ami most azt mondom nektek, hogy az 51-es körzet, akkor biztos nagyon sok ember arra gondol, hogy hát ez szerepet. A zigzagtákban ez biztos egy konteós hülyeség. Nem. Az 51-es körzet az egy tényleg létező amerikai támaszpont. Egyébként például az SR-71-es repülőket ott tesztelték. Aztán van a konteó szennyezettség, ezt én neveztem el így, erre szerintem nincs normális kifejezés még, úgyhogy majd várom a tippeket kommentekbe én is. Ez tulajdonképpen arról szól, amikor van egy valós tény, akár egy tudományos tény, de az emberek nem a tényről tudnak, hanem a hozzá kapcsoló konteókról. És hogyha te próbálsz beszélni a tényleges tudományos tényről, akkor mindenki a konteóra asszociál, nem a tényre. Egyszerű példát mondok, itt van a GMO, a génmódosított növények. Amit az átlag ember hisz arról, hogy a génmódosított növényeknek milyen kockázatai vannak, az egyébként semmivel sincsen beljebb, mint a laposföldes konteók, ugyanakkor a hülyeségek, de ezek egyébként annyira beették magukat a köztudatba, hogy ugye a zöld pártok révén ez most már Európai Unió szintű policy, hogy a GMO-kat tiltani kell olyan hülyeségek alapján, aminek egy semmi tudományos alapja nincsen. Tehát akkor ezzel most, hogyha itt ennél a témánál megragadnánk egy csöppet, akkor a génmódosított zöldségeknek a fogyasztása az semmiféle veszélyt nem rejt magában. Figyelj, a világon körülbelül 30 éve permanensen termelnek génmódosított növényeket, és még senkinek nem dőlt ki fel. Amerikában ennek szabad útja van. Nem csak Amerikában, Ázsiában is rengeteg helyen. De az Európai Unióban egyre tiltják. Igen, de ennek nem tudományos oka van, ez azért van, mert az emberek rettegnek tőle, és ezt a rettegést a politika kielégíti. Egyszerű példát mondok, a legnagyobb környezetvédő szervezet, most nem akarom kimondani a nevét. Bármit ki lehet nem mondani. És meg az akkori magyar kormány is azzal kampányolt a génmódosított növények ellen, hogy azért kell tiltani a GMO-t, mert itt van ez a kék eper, ami arról szól, hogy a halnak a génjét beletették a
az eperbe, és ez azért, hogy kékszínű legyen, és hát azért undorító, hogy netessünk az embereken. Ez egy baj van, ez kamu. Ez egy netes hoax, amit egyébként egy informatikai cég a saját gerilla kampányához talált ki, és Photoshoppal csinálták az egész dokumentációt hozzá. Ami létező génmódosított növény, ami például tényleg próbálnak termeszteni, az például az aranyrizs, ami arról szól, hogy tulajdonképpen egy répagént beletettek a rizsbe, hogy bétakarotin legyen benne, és például az A-vitamin hiányosan táplálkozó gyerekeknek legyen egészségkárosodása. Tehát meg kimondottan jót is tenne. Igen. De ezt azért nem lehet termelni, mert ugyanez ez a környezetvédő csoportnak az aktivistái évente kimennek és felgyújtják, valahol megpróbálják ezt termelni. Hatalmas károkat okoz, és Afrikában mai napig gyerekeknek ezért van egészségkárosodása, vagy éppen halnak bele a szövődményekbe. Tehát amit a GMO-ról az átlagember gondol, annak a nagy része az orbitális hülyeség, fel kell menni az internetre, szerintem Györgyei Jánosnak például az előadásait meg lehet nézni, gyönyörű szépen tárgyalja, hogy mik vannak valós kockázatai egyébként a GMO termesztésnek, meg vannak valós előnyei, de sem a valós kockázatok, sem a valós előnyök nincsenek köszönő viszonyban se azzal, amit az átlagember gondol a témáról. Chemtrail. Igen, még egy utolsó kategóriát szeretnék elmondani, mert vannak ami én úgy szoktam mondani, ezek az a köztudatba beivódott tévhitek. Nagyon egyszerű példát mondok, ugye ez ilyen például az, hogy Napóleon alacsony volt. Nem, Napóleon teljesen átlagos magasságú ember volt, de vannak veszélyesek, amik nem ilyen viccesek. Például ugye az amerikai filmek hatására elterjedt a köztudatba, hogy az autók baleset után felrobbannak, minden tisztességes filmbe felrobban az autó baleset után. Ez baromság. Az autógyárak milliárdokat költöttek arra, hogy olyan üzemanyagtartályokat csináljanak, amik fizikailag nem képesek felrobbanni. Úgy van kialakítva az autó, hogy ez nem történhet meg. Benzin vagy dízelüzemi autó konkrétan nem tud felrobbanni csak úgy. De mivel az emberek félnek a filmek miatt ettől, évente rengeteg ember hal meg a világon, azért már nem mernek oda menni segíteni, mert félnek a robbanástól, és emberek ott véreznek el, vagy hűlnek ki az autóroncsokba. Tehát ugye azért ezeknek nagyon sokszor komoly problémái vannak. A chemtrail azért jó, mert ez mindegyik verzió, a chemtrail különböző verziói ennek mindegyiknek megfelelnek. Ugye a chemtrail az nagyon, azért is van több verzióban, mert ugye hozzám hasonló boomerek, azok tudják, hogy régen még nem Facebookon, meg Twitteren terjedt azonnal az információ, hanem sokkal lassabban internetes fórumokon keresztül. És különböző fórumok, különböző chemtrail verziókat dolgoztak ki. Egy Williams Thomas nevű ember találta ki egyébként magát a chemtrail 99-ben, az annyira nem régi Conteo. De nem ő terjesztette el, hanem egy Bell nevű rádiós emberke terjesztette el, viszont ő már máshogy gondolta a chemtrailt. És azt tudjuk egyébként, hogy miért gondolta ki, hogy ez jó ötlet? Hogy ja, ez az ember, ez konkrétan egy ipari szintű konteógyáros, tehát ő találta ki az 5G-s, ő találta ki azt a konteót is, hogyha a mikrohullámú sütőben nézed, ahogy a kaja melegszik, akkor te majd így jó megrákosodsz. Mi az oka annak, hogy valaki ilyen ötletekkel rukkol elő? Azért, mert nincsen tisztában képben az a valós folyamatokkal? Figyelj, ez ugyanolyan biznisz, mint azt leírni, hogy valami kitalálsz egy kacsát, hogy mit tudom én, XY celeb szexet pripótja a som XY másik celebbe, úgyhogy nincsen rá semmi bizonyíték. Tehát akkor ezzel azt ez akarod mondani, hogy mondjuk a chemtrail alap ötlete az egy nyereségvágyból elkövetett félrevezetés? Igen, igen, de az fontos tudni, hogy a chemtrailnek későbbi verziói azok ettől elszakadtak. Ezért van a chemtrailt én három részre osztanám, ez a klasszikus korszak, amit ez a két bácsi talált ki, a Bell meg a Williams, az egy tudatosan gyártott Conteo volt, az egyik arról szólt tulajdonképpen, hogy demenciát okozó alumíniumport szórnak a repülőkről, hogy ostoba szavazógéppé tegyék az embereket, most nagyon egyszerűsítve. A belféle verzió pedig arról szólt, hogy ugyanezt az anyagot azért szórják ki, hogy a talajt tönkre tegyék, éhínség legyen, jó sok ember meghajjon, meg amúgy drágább legyen a kaja, és ez jó biznisz az elitnek. A klasszikus időszak után jött a modern időszak, ez már a fórumok időszak, ez ilyen 2004-5-től igazából 2008-9-ig volt a csúcsán. Ez az volt, hogy tulajdonképpen az átlag emberek elkezdtek ezt hozzátenni dolgokat, és kerestek ennek alapokat. És az akkori chemtrail verzióknak egyébként nagyon sok alapja van. Egyszerű példát mondok, ugye a chemtrail verzióknak a legelterjedtebb, ami Magyarországon szerintem nagyon elterjedt, hogy ugye a klímaváltozás az tulajdonképpen az okozza, hogy a légkörmódosítást csinálnak ezekkel a szórásokkal, és ezt fegyverként használják a légierők, főleg az amerikaiak. Ennek vannak valóság alapjai, tehát az amerikaiak tényleg próbálkoztak ezzel egyébként a vietnámi háborúban is, meg a hidegháborúban is. Egyébként volt az Operation Popeye nevű ilyen projekt, ahol kimondottan próbáltak viharokat generálni, mert ugye például a nagy
monszun esőszerűséget okoznak egy helyen, azzal például a katonai szállítást lehet akadályozni. Uh-huh. Vagy éppen, hogyha tönkretesszük a termést azzal, hogy mondjuk oda olyan rovarokat szórunk ki, amik nem őshonosak, és megeszik uh-huh. a leggyakoribb haszonnövényt, tehát például krumplibogarat szórnak egy krumplitermesztő országra, akkor az a meg lehet fektetni a gazdaságot. Ezekkel tényleg kísérleteztek, tehát ezek nem kitalációk, ezekkel uh-huh. megpróbálkoztak. Szerintem a legismertebb ezek közül az volt, amit a vietnámi háborúban használtak az amerikaiak, hogy ugye permetező repülőgépekkel a narancs hatóanyag nevű cuccost szórták ki, ez egy DDT tartalmú permetező anyag, egy gyomírtószer. Azért szórták, hogy a falevelek lehújjanak, és akkor már látják a Vietcongnak az állásait, és akkor repülőgépek szét tudják bombázni, vagy az ő saját gyalogosai könnyebben megtalálják. Ez egyébként nem jött be, de viszont a mai napig ott van ez az anyag a talajban, és a mai napig egyébként korcs, vagy hát nem tudom, hogy mondjam, tehát a torszülött állatok születnek, sőt gyerekek is nagyon sokszor deformitásra születnek. És ez azért is érdekes, mert egyébként ez visszautal egy kicsit azra, hogy például az atomenergiával kapcsolatban is egyébként a környezetvédők olyan konteókat gyártanak, mint a húzat. Például mindenki látta biztos azt a képet arról a hatlábú kis bociról, ami volt Csernobilban. Hogy uh-huh. Egy baj van, hogy az a csernobili baleset előtt fél évvel született, és pont ez a DDT okozta annak is a torzulását, mert ezt a DDT-t az orosz mezőgazdaság is használta, mielőtt uh-huh. betiltották. Lehet-e egyébként tudni, hogy vajon nagyságrendileg honnan származik, melyik évből származik az első Conteo, amiről bebizonyosodott, hogy valóban összeesküvés elmélet, illetve ahogy telik, múlik az idő, és ugye egyre gyorsabb és könnyedebb hozzáférésünk van az információhoz az internet elterjedésének köszönhetően, hogy vajon szaporodtak-e az összeesküvés elméletek, és több összeesküvés elmélet hívő keletkezett-e ennek folyán? Ez jó kérdés, én erről beszéltem egy Lengyel Ádám nevű történésszel. Arra jutottunk, hogy igazából valószínűleg konteók mindig is voltak. Ennek az oka egyébként evolúciós, ez az úgynevezett pozitív torzítás, ez egy kognitív diszonancia. Na, az a lényege, hogy ha te valamit feltételezel, akkor jobban jársz, hogyha a legrosszabb verziót képzeled el, mint hogyha jó szándékon állsz hozzá. Egy nagyon egyszerű példát mondok, ősember, mikor éppen sétálgatott kinn a szavannán, meg zörrent a bokor, akkor jobban járt, hogy feltételezte, hogy ott egy farkas van, és nem csak a szél fújja, mert ha tévedett és elszaladt, igen, akkor nem vesztett semmit. De hogyha abból indult ki, hogy a szél volt, és mégis farkas, akkor vacsora lett belőle. Ez gyakorlatilag egy evolúciós ok. A másik az, hogy az emberi agy azt szeret egyszerűsíteni. Tehát a világ annyira bonyolult, hogy nem tudjuk teljes egészében. Hát most gondolj be, még egy 300 fős faluba is annyi ember lakik, hogy azt nem tudod követni, hanem például csoportokra osztod a közösséget. Bekategorizálod az embereket. Ez egy teljesen normális pszichológiai folyamat. És a Conteo, mint olyan, ebbe teljesen jól beleilleszkedik. A legelső olyan Conteo, amiről tudni lehet, hogy létezett, ez ugye a hanyatló nyugatnak az ideája. Ezt ugye egyébként még a kelet-római birodalomban már lehet megfigyelni. Hát csak ők ugye ott, ők még úgy gondolták, hogy a nyugat-római birodalomra értették azt, hogy a hanyatló nyugat, mert hát ugye a nyugat-római birodalom azért azt, mint tudjuk, kicsit rövidebb ideig ért, mint a kelet-római birodalom, de ezért memetikus öröklődéssel a mai napig fennmaradt, és Magyarországon is mit tudom, minden 10 évben előjön az, hogy a nyugat hanyatlik, és most már lassan tönkre megy. Ez nagyjából 1500 éve hanyatló nyugat van, tehát azért az viszonylag régi, hosszú távú hanyatlás. Az első olyan értelemben dokumentált Conteo, amit így szándékosan valaki kitalált, azt lepublikálta, megjelenítette, az a 19. század végén volt egy amerikai, hát egy New Yorki labban jelent meg, ami arról szólt, hogy az amerikai polgárháborút valójában az angolok robbantották ki, hogy az amerikai rabszolgákat elcsaklizzák. Tehát egyébként szerintem igazából több Conteo nincsen, csak a Conteo hívő emberek jobban össze tudnak dolgozni, és nagyobb, kerekebb konteókat. Tehát egy-egy ember konteót, az csak egy picikét tudod gyártani. Minden falunak megvolt a konteója, mit tudom én, ha más nem, akkor az volt, hogy mit tudom én, a faluba azért rossz a termés, mert egyel fölötte lévő faluba valamit beleburítottak a folyóba, és biztos amiatt lett rossz paradicsom termés, ilyenek. Ezek voltak, hát én ilyeneket még a dédszüleimtől hallottam, hogy a egyik falu azért utálta a másikat, mert hogy állítólag amiatt jöttek át a sáskák, meg ilyenek. De ezek is konteók voltak, csak picik. Meg nagyon sok olyan dolog van, ami konteó tulajdonképpen, de nem tekintjük konteónak, mert annyira belévódott a hétköznapunkba. Hát most egy egyszerű példát mondok nektek,
Conteo. A horoszkóp. Hát a horoszkóp ez egy ordinális hülyeség, az egy totális kamu állítás, hogy ez egyébként a ókori Egyiptomban már így volt, és az egyiptomiak 13 darab, 28 napos hónappal dolgoztak, tehát nem is 12 csillag egyet dolgoztak, hanem 13-mal, tehát már itt megfeneklik az egész. De az emberek azt, hogy hisznek a horoszkópba, azt nem szoktuk hülyének nézni, ugyanúgy, mint azt, aki mondjuk azt hiszi, hogy nincsen a Balaton, pedig nagyjából a kettőnek ugyanannyi relevanciája, vagy ilyen mondjuk a grafológia. Tehát az, hogy te az íráskép alapján megmondod valakiről, hogy jó fej, kedves, vagy mit tudom én, rossz az ágyba, az totális hülyeség, ez azért tud megmaradni, mert az emberek összekeverik az igazságügyi írás szakértők munkáját a grafológia nevű áltudománya, de az írásügyi szakértő az csak azt próbálja megállapítani, hogy az az írás eredeti-e vagy nem, meg maximum azt állítja meg, hogy te stressz helyzetben írtad-e azt-e alá, hogy mondjuk fegyvert fogtok a fejedhez, mert akkor máshogy fog attól. De azt nem lehet megállapítani az íráskép alapján, hogy neked milyen a személyiséged. Mm-hmm. De, és ez nem csak, hogy sokan hisznek benne, de hát HR-esek milliói vannak a világon, akik a grafológia nevű hülyeség, meg a horoszkóp nevű hülyeség alapján szórnak ki embereket, és teszik tönkre a karrierjüket, mert hogy majd mit tudom én, a bak nem illik be a nyilas mellé a szobába, meg amúgy is csúnyán írta az albetűt. Igen, mi azt vettük észre egyébként a Gergővel, és sokszor beszéltünk is erről, hogy olyan, mintha sokasodnának ezek az összeesküvés elméletek, de akkor ezek szerint... Csak jobban tudunk róluk. Ugyanúgy, mint a rossz hírekről, csak jobban értünk. Igaz. És éppen most olvastunk egy cikket, hogy volt egy komoly tanulmány, amely pontosan azt kutatta, hogy van-e több Conteo, és állítólag nincsen, csak tényleg könnyebben jutunk ezekhez az információkhoz hozzá, és gondolom én, hogy... Meg a Facebookon hangosabban reklámozza az, aki ész benne. Ezek az emberek egy buborékba tömörülve sokkal hangosabban válnak. Igen, igen. Ugye ez a visszacsatolási torzítás, amikor 10 ember, aki ugyanúgy gondolkozik, meggyőzi egymást arról, hogy azt a világ leghósabb emberei. Ráadásul ugye itt még az is belejátszik, hogy mi is elkezdtünk jobban figyelni, mert régen mondjuk kevésbé figyeltek arra, hogy a Pista bácsi a kocsma sarkában azt ecsetelte, hogy a piramisokat biztos nem az egyiptomiak építették, mert túl nagy, hanem a alakváltó gyíkemberek. De ha ez már a Facebookon jön veled szembe egy nap 15-ször, akkor már jobban felfigyelsz rá. Ráadásul ugye az is számít, hogy azért a Conteókat elkezdték használni az álhír és a dezinformáció gyárosok, mert rájöttek, hogy az ad egy alapklat kattintás mennyiséget, hogyha akármik a Conteósokat, a laposvöldöseket, vagy éppen mit tudom én, a gyíkember Conteó hívőket becsábítod, az egy adott alap kattintás mennyiséget, és akkor könnyebben tudod a többi ember felé terjeszteni. Ez az, szerintem ez egy tök fontos dolog, és akkor öncélúan kihasználom azt, hogy csak részben érintetted a kérdésemet, de most ide erőszakolom a labdát, hogy miért van erre szükség? Mert látszólag, tehát a fogyasztó szempontjából. Ja, értem. Az értem, mert az, oké, okay, azt értjük, hogy akkor most már, hogy megvilágítottad, hogy mi a motiváció erre, milyen módszerek vannak arra, hogy összeesküvés elméletek szülessenek, meg milyen kategóriák vannak. Na de érted, az iPhone-t sem gyártanák több millió darabban, hogyha nem vennék az emberek, de vesszük. Mi motiválja az embereket, miért éreznek pszichológiai szükséget arra, hogy összeesküvés elméleteket fogyasszanak? Conteo pszichológiája egy meglepően jó kutatott cucc. Ha fölmész a Science Director, szerintem legalább egy 5000-es mennyiségű cikket fogsz erről találni. Nagyon egyszerű okai vannak. Egyrészt az egy azonnali kielégülés élményt, hogy te tudsz valamit. Ez egy sikerélményt ad, hogy te most rájöttél valamire, amire a többiek nem jöttek rá. Sőt, hogyha ezt elmondod a szomszéd Pista bácsinak, akkor őt te figyelmezteted. Te ők ezt úgy élik meg a Conteo hívők, hogy te mit tudom, figyelmezteted a háttérhatalomnak az összeesküvésére, és ezzel sajta segítettél. Tehát ezt úgy éli meg, mint amikor kimentesz valakit a vízből, és az egy ilyen nagyon pozitív elégedettséget magadnak. Aha. És ezért egyébként nagyon-nagyon téves az az elképzelés, hogy a Conteóban csak a buta emberek hisznek, meg a paroniások, ez nem igaz. Conteóban mindenki hisz. Hm? Biztos vagyok benne, hogyha kimennénk itt az utcára, elkapnánk az első 100 embert, mind a 100 emberről egy hosszabb beszélgetés után kiderül, hogy legalább egy Conteóban hisz. Kell menned az utcára, azt gondolom. Igen. Ennek részben az is az oka egyébként, hogy a Conteók megkönnyítik a világ értelmezését. Ez kicsit abszolút, olyan, mint a vallás, hogy ad egy alapot, hogy na, ezt így kell értelmezni. Én most utálom az amerikaiakat, ez egy csoportképező tényező, hogy az Amerikát utáló emberek, ráadásul az Amerikát utáló embereknek van egy olyan közös összefüggés, hogy egyébként ők nagyon túlértékelik Amerikát, tehát például amit az ilyen Amerika ellenes Conteókban le van írva, hogy a CIA mikre képes, hogy csattintás, a polgárháborúkat zúdít ki, meg ilyenek, hát ha ennek egy huszadára képes lett volna bármikor a CIA, akkor szerintem bármelyik amerikai elnök együttő helyében nagyjából 3000 liter pezsgőt ívott volna meg. Érdemes Lengyel Ádám, akit említettem, annak az írásait olvasni, arra, hogy egyébként a CIA-nak a történet az tele van hatalmas nagy kudarcokkal valójában, egy vagy két sikeres akciójuk van, és azt értékelik túl az emberek, meg a James Bond filmeket. De hogy más nem mondjak, szerintem az emberek minimum fel, amit már említettem, a felrobbanó autókat benyalta.
El tudom fogadni, hogy az emberek ezekben hisznek. De hogyha valaki kitalálja azt, hogy a Föld lapos, akkor miért ragaszkodik, amikor tudományos tények százai, ezrei szólnak ellene, hogy... Próbáltál te már meggyőzni egy Fidesz szavazót a DK-ról, vagy egy DK szavazót a Fideszről? Ez egy hitkérdés. Igen. Ez ugyanúgy, tehát az ember az nagyon szektáson tud viselkedni, nem csak ilyen kérdésben, tehát férdés ne essék, de egyszerűbbet mondok most nektek. Mondok három példát, most alkotok nektek kontrahók. Három dolgot fogok mondani, kettő igaz lesz, egy meg egy süket blödség. Úristen, és majd meg kell döntenünk, hogy melyik. Nem, ki kell döntened, hogy melyik az igaz, vagy melyik a kamu. És ráadásul az egyik az olyan lesz, ami annyira kacsa, hogy egyébként naponta találkozok vele az interneten, és nem győzöm száfogatni kommentekbe. Na gyere! Na, várjunk. És akkor legyen az arab-izraeli háborúk, mert akkor most ugye az elég aktuális az izraeli konfliktus miatt, akkor az első, és csak a végén mondjátok meg, hogy a első, uh-huh. második, vagy a harmadik a kamu. Az első az mondjuk legyen az, hogy amikor létrejött az izraeli hadsereg, az egy nagyon nagy arányban náci Németországban gyártott fegyverekkel volt felszerelve, ilyen sorsfurcsa fintoraként. Kettő, a legtöbb arab-izraeli háborút egyébként az arabok kezdték, mert a Szovjetunió, ugye akkor Amerika ellenes felsúlya igyekezett őket így hátulról feltüzelni, meg ugye fegyvereket adott nekik. És akkor a harmadik az legyen az, hogy mondjuk az arab-izraeli, arab-palesztin konfliktus azzal kezdődött, hogy egy narancs termesztő családot csak úgy lemészároltak az izraeli katonák passzióból gyakorlatilag. Tudni kéne, hogy az utóbbi az mikorra datálható? Mondjuk legyen ez 46, az első, amit mondtam, az ugye az uh-huh. mondjuk az is ilyen 46, és akkor a másik az 46-tól egészen 80. És akkor nekünk most az a feladatunk, hogy a háromból ki kell találni, hogy melyik az a egy, ami nem igaz. Egy, ami nem igaz. Nehéz feladat. Nehéz feladat, azt gondolom. Én az első. Ennyi időtök nincsen. Tehát... Elsőre tippelek. Első? Te? Én a harmadikra. Jó. Egyik ötök se talált el, a második a kacsa. Ugyanis tényleg rengeteg német fegyvert vettek, mert ugye azok hegyekben álltak a használt német fegyverek a háború után, és azt tudták a legolcsóbban megvenni. Tehát a csehektől, lengyelektől az ott maradt német fegyvereket megvették kilóraiket, uh-huh. nem csak az izraeliek, Szíria is. Tehát például a 56-os háborúban még második világháborús Panzer 4-esek meg Shermanok lőtték egymást izraeli meg szír színekben. És a második volt az, hogy az orosz... Valójában a legtöbb arab-izraeli háborút az izraeliek kezdték. Gyakorlatilag a 73-as volt az egyetlen, amit tulajdonképpen tudatosan kezdtek az arabok, hogy akkor most megyünk és szétverjük Izraelt, az összes többi háború az vagy... Hát hogy mondjam, közös megegyezéssel történt, tehát már megalapozták előtte mondjuk ilyen helyi mini összetűzésekkel, vagy az izraeliek kezdték, ugye, mint a hatnapos háborút. A harmadik az pedig, hogy az tényleg egy megtörtént eset, gyakorlatilag a palesztinok a mai napig erre hivatkoznak az izraeliekkel szembeni ellenérzéseikben, ugye ez egy ilyen hívó szó, hogy ott egy narancs termesztő családot uh-huh. csak úgy passzióból lemészároltak. Na most ilyen esetben nekünk nem volt időnk arra, hogy utána nézzünk. De az embernek nincs ideje utána nézni. Most figyelj, egy nap találkozol 5000 darab hírrel minimum, ha fölcsapod az internetet. Nem mond nekem azt, hogy te, mikor mondjuk felmész, nem tudom, mit szoktál olvasni, Telex 444, mit a 888, mm-hmm. akár, teljesen mindegy, vagy akár külföldit. Nehogy azt mond nekem, hogy a híreknek akár csak a egy ezrelékét van időd elolvasni. Nekem arra nincs időm, hogy végigolvasom az összes szakcikket, ami a saját tudományterületemben megjelenik. Ez rendjén van, de attól függetlenül, amiben vannak kételjeim, azokat megpróbálom lecsekkolni. Na, de pont olyan három példát mondtam, amire, mint arra, hogy igaz, vagy hamis, arra is találná forrást. Még attól függ, hogy milyen nyelvű Wikipédiát nézné meg. Ezt akartam nektek mondani, hogy akkor is, hogyha leseggeled azt a pár órát, és felkutatsz jó alaposan egy hírt, vagy nem tudom, valamit, amit szeretnél eldönteni, hogy na ebben vajon most van-e igazság, vagy nincs, akkor is tök nagy eséllyel, hogy mondjam, ilyen respektábilis forrásokból találhatsz arra is megerősítést, hogy igaz, meg arra is, hogy nem. Hogy a fészkes fenébe tájékozódjon az ember? Tehát, hogy a végső igazságot azt gondolom, hogy egy civil igazából nem tudja előkaparni. Hát nincs olyan, hogy végső igazság. Ez egy nagyon nagy tévedése az embereknek, és én a Covid alatt jöttem erre rá, én akkor is kezdtem el jobban foglalkozni ezzel a témával, a tudománykommunikációval. Mert az emberek egyszerűen nem értik azt, hogy a tudomány működik. A tudomány az nem úgy működik, hogy megmondja a frankót, hogy igen. ez így van. Most csak gondoljatok bele, ugye volt elég sok fizikus itt nálatok, meg kémikus is volt, ha jól emlékszem. Annak idején tanultátok ugye például az atommodellnek a fejlődését. Az oszthatatlan atomtól eljutottunk odáig, hogy most már a bozonokról beszélünk. Ez nem azért van, mert a tudósok hülyék voltak korábban, hanem adott mennyiségű információból erre az eredményre jutottak. Uh-huh.
és az összes igaz volt a maga idejében, csak a tudomány fejlődik. De az emberek nem ezt szokták meg, hanem azt, hogy van egy SMS-nyi hosszúságú hír a interneten, ami ráadásul valószínűleg úgy van megfogalmazva, hogy igen, nemes, fekete-fehér kérdés, tehát ez valami vagy jó, vagy rossz. A tudomány nem így működik, ugye a tudomány alapvetése az úgynevezett interszubjektivitás. Tehát a tudomány nem megmondja a frankót, hanem mi felmérjük a világot, arról alkotunk egy modellt, a modell alapján becsléseket hozunk, hogy valami ilyen vagy olyan eséllyel fog bekövetkezni. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy például én ugye a Kecskeméten dolgozok, nekünk nagy kutatási témánk ugye az Alföldnek az elsivatagosodása, és ennek a társadalmi, környezeti, gazdasági hatásai. De ez nem úgy történik, hogy mi azt mondjuk, hogy mit ennyi nap múlva el fog sivatagosodni az Alföld, hanem az van, hogy van egy tőli kategória, hogy 90% eséllyel ez történik, 10% eséllyel az történik, amúgy meg ennyi hiba van a méréseinkbe. Ezt az emberek nem értik. Ráadásul az sem mindegy, hogy mit milyen szinten vizsgálsz. Tehát valami lehet, hogy kicsi szinten igaz, nagy szinten meg nem igaz. Tehát lehet, hogy én mondok egy társadalmi folyamatot, amit mondjuk Kecskeméten, vagy akár Szegeden, a külterületen, a tanyákon kimérek, az ott igaz lesz, de hogy az itt Budapestről meg nem lenne igaz, mert itt teljesen más az a folyamatok. Ezt úgy szoktam bemutatni az embereknek, és akkor nektek is illusztrálom teljesen egyszerűen. Van ez a papír. Ha ezt én feltekerem, akkor spangli lesz belőle. Igen. Hát akkor még kéne bele maradjunk valami. A hengernél, maradjunk a hengernél. Ha ezt így nézed, akkor ez egy kör. Ha így nézed, akkor meg egy négyzet, ugye? Igen. Négy négyzet. Igen. Itt kettő igaz. Igen. Attól függ, hogy nézem. És ugye az tudomány ezt is mondja, hogy az, hogy az interszubjektivitás elmélete, hogy az, hogy én milyen vagyok, az meghatározó, hogy milyen módszerekkel mit fogok vizsgálni. Jó esélye meghatároz engem, ami fog érdekelni. De az, hogy én Magyarországon egy vidéki családban nőttem fel külterületen, az valószínűleg meghatározta azt, hogy engem a vidékfejlesztés érdekelt, mint téma. És ezért van az, hogy egyébként a legsikeresebb tudományos kutatócsoportok pont ezért olyanok, vagy akár fejlesztő cégek, ahol nagyon sokféle ember van. Japán, ázsiai, afrikai, kelet-európai, ráadásul férfiak, nők, fiatalok, öregek vegyesen, mert őknek nagyon sokféle hozott áruljuk van. Uh-huh. És itt visszautalok arra, amit kérdezték, hogy a Conteo miért jó. A Conteónak van néhány nagyon jó pozitív tulajdonsága is, ami jó hatása van az emberekre. Egyrészt a Conteo ad neked egy készhez kapott képet a világról. Azok a Conteók, amik szerint a klímaváltozási kitaláció, az azért jó neked, mert neked ad egy felmentést. Az én életem nem azért rossz, mert mit tudom én, sokat cigizek, sok pénzt költök el PR-ra, vagy mit tudom én, ezer darabos legókészletem van otthon, és ezért hülye adósságokba verem magamat, vagy mit tudom, csak simán lusta vagyok, mert egész nap játszok a számítógépen, nem azért rossz az életem, mert a zsidók csinálták, a migránsok csinálták, a kommunisták csinálták, a nácik csinálták, igénytől függően mindenki kap kész ezek Conteót, azért is van ilyen sok Conteó, csak a te kérdésedre válaszolok, mert a társadalom is színesebb lett. Rendjén van. Na most az a helyzet, hogy én szeretnék majd egy sört kérni, Barnabás, nem tudom, ti még le vagytok maradva, de én közben megkérdezem, hogy tulajdonképpen mi azért is gondoltuk, hogy jó lenne veled beszélgetni, mert hogy meg fogod cáfolni nekünk ezeket az egészen elképesztő Conteókat, de ezek szerint, köszönöm, ezek szerint, hogyha azt mondod, hogy a világ se nem fekete, se nem fehér, nem lehet, nincsen olyan, hogy totál igazság, akkor miért mondod azt, hogy a chemtrail az hülyeség? Hogy az én ezt autók, nem mondtam. Várj, akkor lehet, hogy rossz az autóknak a fölrobbanása. De a chemtrail esetében, amikor azt mondod, hogy vannak olyan momentumai ennek a Conteónak, ami kimondottan valid, akkor gyakorlatilag azok, akik vallják a chemtrail létét, azok gyakorlatilag igazat mondanak, és joggal hihetnek ebben. Hát ezért mondtam, hogy nem fekete-fehér, tehát a chemtrail mint egész, az nem igaz, az hülyeség. A chemtrail részei igazak. De egyébként most belegondolsz, mi a chemtrail? A chemtrail ez egy olyan Conteo, ami arról szól, ugye, hogy a háttérhatalom, ez verziónként más jelent. Majd ezt is szerettük volna megbeszélni, hogy szerinted ez micsoda. A háttérhatalom ugye az emberiség létszámát csökkenteni akarja, azt akarja, hogy hamarabb halljanak meg, hogy ne kelljen nyugdíjat fizetni, plusz ez egy hatalmas nagy biznisz nekik, mert hát ugye jó sok pénz bejön belőle, plusz ugye az, hogy az emberek hamarabb halnak meg, a természeti erőforrásokat jobban lehet allokálni, és még az is egy előnye, hogy ugye mivel demenciát okoz, ezért egyszerűbb szavazógéppé válnak az emberek. Ha most belegondolsz, ez létezik egyébként, csak semmi köze nincs a repülőkhez. Ja, igen. Ez a dohányzás, mert a dohányzástól hamarabb halnak meg az emberek, időskorukban demensebbek lesznek, ugye érszükület miatt. Ráadásul hatalmas nagy biznisz, szerintem ezt senki nem próbálja a világon. Irgalmatlan környezetszennyező magának a dohánynövének a termesztése, az elbobott csika talajvizet szennyezi, és hogy más nem mondjak,
ugye, ha az emberek nem halnának meg korán, akkor egy idő után fenntarthatatlannak lennének a nyugdíjrendszerek, mert ha mindenki 200 évig élne, akkor megrokkannánk a nyugdíjban. A háttérhatalom kapcsán meg kell kérdezem, hogy a háttérhatalom vezetője az a Világgazdasági Fórumnak az elnöke, Klaus Schwab. A háttérhatalom az egy érdekes dolog, mert erre megint azt mondom, hogy a háttérhatalom létezik, csak nem úgy, hogy a kontaúsok hisznek benne. Na tessék. Hát ugye ez egy viszonylag teljesen közismert dolog, nem kell nagyon messzire menni, ugye a Pogácsa közgazdász, nem tudom, volt-e már nálatok? Kétszer. Na, hát ő neki most jelent meg egy könyve, ami pont a fenntarthatatlansággal foglalkozik részben. A gyönyörű szépen le van írva, hogy a világ erőforrásainak nagyjából a 90%-a a világ leggazdagabb 2%-ánál van. Tessék, ők a háttérhatalom, csak ez nem úgy működik, hogy egy füstös szobában nagy, mint olyan pentagramma előtt itt próbálják így dörzsölni a gyíkember kezüket, hanem arról van szó, hogy kapzsi emberek akarnak még gazdagabbak lenni, és ez ennek érdekében keresztül taposnak bárkin és bármin. Ennyi. Tehát gyakorlatilag a konteusok itt azt a hibát követik el, hogy rossz indulatot keresnek ott, ahol a sima emberi butaság és kapzsiság van. Maga az, hogy összeesküvések vannak a politikában, meg a cégek néha így összebeszélnek a kartelezésbe, ez egy létező dolog. Ja, tehát persze. Ezt szerintem senki nem tagadja. Hát, csak ugye a konteósok ezt túlköltik. Tehát a konteók közül a chemtrail ilyen szempontból egy ártalmatlan. Mert az, hogy te félsz a repülőgépektől, és nem utazol a repülővel, hát nem történt semmi. De mondjuk, aki abban hisz, ami Magyarországon egy tök elterjedt konteó, hogy a gyógyszeripar az csak le akar téged húzni, és az összes gyógyszer kamu, bezzeg a citromné, a lugosítás az már jó meggyógyít a rákból, az AIDS-ből, a tüdőbetegségből, és még a hajad is fényes lesz tőle. Abba halnak bele emberek. Hát más nem mondjak, itt volt Magyarországon ugye a legnépszerűbb kábel csatornán ugye egy ilyen ezoterikus műsor, ahol ilyen aura masszázsal gyógyították a cukorbetegséget. Hát én azért megnézném, hogy hányan ember van, aki cukorbeteg. Nyílt gerincműtétet láttam. Igen, meg ilyenek. Mi? Ez életveszélyes tud lenni. Hogy hitták azt az embert? Nem Hortobágyi, de valami ilyesmi. Ja, az a ragadt csávó volt. Igen. De ez egy életveszélyes, mert itt konkrétan az ember ejtetett, hogy ő meggyógyult, és nem fog elmenni orvoshoz, és romlik az állapota. Egyébként szerintem az európai jogalkotásnak a legnagyobb tragédiája, hogy ezeket az embereket nem lehet megbüntetni, eléggé meg lecsukni. És nem csak ilyenek, hát Magyarországon van egy ilyen webshop, ami azt árulja, hogy betegségeket gyógyító, ezt ők nem mondják ki, csak utalnak rá, arra figyelnek, hogy ez így konkrétan legyen, de hogy az explicit meg az implicit tartalom is fontos, hogy olyan a pápa által megáldott ékszereket árulnak, egyébként a legolcsóbb kínai gagyi, amiket kb. 20 forintos. De van ilyen, hogy ilyen megáldott cuccokat árulnak? Hát állítólag megáldottat, és az emberek veszik, hogy ők majd ettől meggyógyulnak a ráktól, vagy mit tudom én, a Pista újra beleszeret, mert a pápai áldás majd szerencsét hoz, és a Nébik hetente megbünteti őket, de ez a cég ez kb. 20 perc alatt termeli ki a büntetésnek az összegét. Meg kéne kérni őket, hogy támogassanak minket. Igen. Egyébként hadd kérdezem már meg, hogy te a kritikai gondolkodásról, mint olyan, mit gondolsz? Mert az, ebből az utóbbi 10 perces blogból, amit elmondtál, szerintem nekem két fontos tanúság van, hogy ahhoz, hogy felismerjük, hogy a dolgok nem fekete-fehérek, tehát hogy ebből a szektás, gyakorlatilag vallási ítéletalkotásból ki tudjunk kerülni, azt gondolom, hogy ennek az előfeltétele az, hogy tudjunk kritikusan információt mérlegelni, és rájöjjünk arra, hogy ez az opció egyáltalán létezik, hogy lehet, hogy nem a bal oldalnak van igaza teljes mértékben, meg az is lehet, hogy a jobb oldalnak sincs igaza teljes mértékben, vagy tök mindegy, hogy milyen oldalról van szó. Vagy a legrosszabb, hogy mind a kettő pont egyforma távolságra van az igazságtól. Igen, tehát hogy ennek a lehetősége az ember fejébe felötöljön, én azt gondolom, hogy ehhez szükséges a kritikai gondolkodás. Te mit gondolsz erről? Hát egyrészt nagyon fontos szerintem, hogy ehhez kell egy bizonyos szintű önkritika. Nem csak a forráskritika, amit mondtál, az nagyon fontos, hogy az ember egyáltalán megkérdőjelezze, de tehát a forráskritika, mint olyan, az egyáltalán nem működik az embereknél. Napi szinten Magyarországon több ezer Facebook profilt nyalnak be egy olyan kacsával, ami arról szól, hogy úristen, baleset történt, kattints erre a linkre, rákattintottál, puf, benyúlták a profilodat, és az emberek még azt se hajlandó megnézni, hogy ott a link alatt egy random számgenerált, akármi plusz com van, vagy Magyarországon például az egyik legnépszerűbb újság, egy H betűvel kezdődő, nem fogom kimondani a nevét. Nem? A újság, ami konkrétan arról szól, hogy a legostobább konteókat nyomatják. Nem is a jókat, mert mint mondtam, vannak jó konteók, amiknek van valóság alapja, de még azonban is a rosszabb konteókat nyomják nagy részint, és hát szerintem egyébként nem lepődnék meg, hogyha benne lennének az öt legolvasottabb magazinba. Mert kielégítenek egy igényt. A másrészt azt se felejtsd el, hogy egyébként tele vannak konteós jellegű hülyeségekkel a hivatalos oldalak. Ja. Hát azért most csak egy egyszerű példát mondok, a teljes amerikai liberális, hát
nálunk ezt balibnek mondják, hát ugye a demokrata párti sajtó annak idején tele volt, de egyébként nagyjából a republikánusnak is a 90% azzal, hogy a Saddam Hussein pincébe bújtatott vegyi fegyverei miatt kell lerohanni Irakot. Ja, igen. Egyébként nem tudom, feltűnt-e, hogy Putyin mit mondott? Hogy a Zelenszky pincében bújtatott vegyi fegyvergyárai miatt kell lerohanni Ukrajnát. Ez véletlen. Ugyanazt mondták, az egyiket a bal oldal, a másikat a jobb oldal csont nélkül benyalt a Magyarországon. Vagy a COVID tapirkától származik, igen. És nem laboratóriumból. Egyébként mondjuk speciál azt én el tudom képzelni, hogy a COVID-on egyébként maceráltak valamit egy kínai laborba, én ezt sem el tudom képzelni, az biztos vagyok, hogy nem direkt engedték. Na, jó, hogy mondod, mert ugye mindenképpen arról is akartunk beszélni, hogy van egy csipp akkor az oltóanyagokban, de a Gergő a beszélgetés előtt azt mondta, hogy ő olvasta a bizonyítékokat, hogy már pedig a laborból került elő a vírus. Valószínűleg ez ugyanolyan lesz, mint a tonkini csata, amit mondtam. Hogy ez majd valahol 20 év múlva, amikor lejár az iratok titkosítása, majd akkor visszatérhetünk rá. Ez egy jó konteó, tehát ez az a konteó, és most nem a Trumpék féle verzióra gondolok, hanem azt, ami még így viszonylag ilyen tudományos közökben is létezik, hogy ez igen. Egy tulajdonképpen kísérleteztek a laborban ezzel a cuccal, és véletlenül kiszabadult, ez a verzió, ez egy jó konteó, egyelőre nincs rá bizonyíték, mert nyilván, ha ez igaz, most egy pillanatig tételezzük fel munkahipotézisként, hogy ez igaz, hát hülye lenne a kínai kormány ezt nyilvánosságra hozni, ez minimum 20-30 évre titkosított anyag lesz, és majd lehet, hogy a mostani kínai elnöknek az ükunokája fogja nyilvánosságra hozni, hogy hát mi történt valójában. Az is nagyon fontos, hogy van egy elitizmus ebben. Mindenki azt hiszi, hogy őnek igaza van. Senkiben nem merül fel az, hogy az ő hülyesége, az konteó lehet. Magyarországon hát komoly politikai elemzések vannak arról, ilyen, hát nem a hivatalos médiában, hanem a social médiában, tehát az ilyen fórumokon, csoportokban ilyeneken, hogy például Orbán Viktort az Grácsban kezelik, elmegy gyógyintézetbe. Hát ez nagyon régóta. És akkor mindig azt szokták bizonyítéként betenni, hogy egy fotó van erről a Grácz intézményről. Hát köszönöm, egy fotó egy intézményről semmit nem bizonyít, tehát le tudom én fotózni nektek akármelyik kórházat Európába, és akkor kirakom, hogy valamelyik őtöket oda vitték. Próbáljátok, hát ezt is meg tudnátok csinálni. Persze. Csináltok egy műsort, leírtok, hogy akármelyik magyar politikus neve, utána az, hogy családjáról nagyon durva dolgok derültek ki, 10 percig beszéltek teljesen összefüggéstelen dolgokat, kórházakról, bűncselekmény, akármiről, közben végig a politikusról vágtok be fotókat, de úgyhogy a politikus nevét egyszer nem ejtitek ki egyébként. Majd a végén elköszöntök. Ez a videó szerintem sokkal nagyobb nézettséget produkál, mint bármilyen más műsorotok evő. Az lehetséges. Elkéne gondolkodunk rajta. Konkrét példát mondok, és ez viszont még már húsba vágó lesz, és ezen emberek élete tud múlni. És azért ez nem vicces, hogy például Magyarországon nagyon sok olyan csoport szerveződés van, akár online, akár élő formában, tehát klubok formájában, ami például gyógynövények használatával foglalkozik. Ez egy teljesen jó dolog, hát nagyon sok mindenre lehet használni a gyógynövényeket, egyszerű példát mondok, nem biztos, hogyha valaki egy enyhe alvászavarba szenved, egyből durva altatót kell neki nyomni, hanem valakinek segít egy citromfűtea, én is ilyen vagyok, nehezen alszok fel, citromfűteától simán elalszok, vagy egy pohár sörtől. Vagy teljesen citrom, jó. Fű és tea. ez Magyarországon ez jelenleg még nem megoldható legálisan, de például Kaliforniában ez teljesen működőképes dolog. De a lényeg, amit mondani akartam, hogy minden ilyen csoportban előbb-utóbb megjelennek azok az emberek, akik egyébként ilyen fanatikus orvosgyűlölők, és egyébként kemofóbiát, nem tudom, ismeritek-e, ez a vegyszerektől való félelem, ez egy létező fóbia, ez ugyanolyan fóbia, mint a tériszony vagy a pókiszony. A kémia fóbiások azok tulajdonképpen rettegnek attól, hogy mesterséges anyag kerül a szervezetükbe, úgyhogy közben cigiznek, meg van egy ekkora tetoválásuk közben. De ők nem is fürdenek, meg nem mosnak fogat, meg hát vannak olyan természetes anyagok, amik ugye Aleppóból, meg a szabbat a természetes anyagnak gondolják. Tehát egyébként ez vicces, mert ugye meg az elszámmentes kenyérről már is hallottatok, meg elszámmentes ásványvíz, amik egyébként tök vicces dolog, meg a GMO-mentes ásványvíz is. A legjobb egyébként az oxigénnel dúsított ásványvíz, mert ha az tényleg működne, akkor ugye az kéne, hogy a beleken keresztül felszívódjon a gáz. Hát ha ez működne, akkor sose finganánk, mert akkor az ugye felszívódna. Tehát ilyen alapszintű logikákon buknak el az emberek. De ugye ez azért nem poénok ezek a dolgok, mert például az, hogy a gyógynövényes csoportokat meghekkelik ezek az orvosfóbiások, és egyből jönnek azok, hogy ne vegyél gyógyszert, mert a, mit tudom én, a valami full random növény plusz full random akármi, C-vitaminnak a keveréke, az gyógyítja a rákot. Ezt az emberek elhiszik, és nem mennek el orvoshoz, romlik az állapotuk, és mire elmennek az orvoshoz, már nem lehet rajtuk segíteni. Igen, Steve Jobs is így, nem akar. Figyeljetek, a beszélgetésnek ennek a szakaszán nekem az fogalmazódott meg a fejemben, hogy gyakorlatilag itt minden hitkérdés. Az ember, mivel olyan világban élünk, hogy elképesztően
rengeteg információt kapunk. Nem tudunk eligazodni a világban, nem tudjuk eldönteni azt, hogy mi az, hogy igaz vagy sem, minden csak ilyen feketén-fehérbe látunk, egyszerűen hittel állunk bizonyos témákhoz. Sokkal egyszerűbb hitként viszonyulni ezekhez a kérdésekhez, mert az embernek szüksége van arra, hogy válaszokat kapjon. A hit önmagában, tehát a vallás, az nyilvánvalóan abból eredt, hogy az emberiségnek kérdései voltak az emberiség hajnalán, hogy mi ez az egész hóbele van, szóval benne élni. Még egyszerűbb szerintem. Az ember agya nem tud mit kezdeni a véletlennel. Egyszerűen nem tudod hova tenni azt, hogy te találkozol álmaid csajával, az utcán szemben jön álmaid nője, és akkor, hogy összejössz vele vagy nem, az lehet, hogy egy szerencsém múlik. Ha a lány mit tudja, jó hírt kapott előtte, tök jó a kedvés, elfogadja a meghívást a kávézásra, ha meg előtte kutyagumiba lépett, mert valaki nem szedte fel, full randomba, akkor fel lesz, rossz lesz a kedve, és akkor el fog utasítani téged. Nem azért, mert veled van baja, hanem mert egyszerűen nincsen olyan kedvében, hogy randizzon. És az emberi agy nem tud mit kezdeni a véletlennel, tehát mi ezért akarunk mindenbe okozatot belelátni. Neked kell egy ok, hogy a te életed miért lett rossz, és akkor jön a háttérhatalom, hogy a zsidók per, mit tudom én, nácik akármit csinálta. Ezek ugyanolyan konteók, de erre szükségünk van, hogy egyszerűsítsük a világot, és tudjunk kezelni. És nem mindegyik konteó rossz szándékú, ezt azért szeretném kiemelni. Tehát nagyon sok konteó, az jó. De jó konteóra tudsz példát? Mert most itt gondolkodom, mi lehet jó konteó? Hát figyelj, ha... De az olyan, mint egy jó indulatú daganat igazából, nem? Az azt jelenti, hogy nem kurva szar. Nem csak az, hogy nem kifejezetten nem tudom, lehet, ártalmas. Van olyan konteó, ami kimondottan jó szándékú? Hát ők ezt jó szándékkal, tehát aki például hisz abba, hogy az 5G káros az egészségre, ő az ezt igaz. Jó szándékkal mondja neked, az mert igaz. Ő téged megvédeni akar az 5G-től. Tehát ő téged nem átverni akar, hanem ő téged meg akar menteni a saját hülyeségettől, mert az ő szemszögéből te egy idióta, konzumidióta vagy, aki benyalt a háttérhatalomnak a szövegét. De például az is... Tehát ezért is vicces, hogy minden konteóhívő a másik konteóba hívőt egyébként hülyének gondol. Alap. De persze. Mindenki ugye, csak én vagyok. Mindenki úgy gondolja, hogy az a konteó, kimondottan az a konteó, amiben ő hisz, az igaz, bezzeg a másik, az hülyeség. Az tehát hülyeség. A kentrilések szerint a laposföldesek hülyék, mert hát a repülőgépről látszik, hogy a földgömbölyű. A holdra szállás összeesküvés hívők szerint is hülyék a laposföldesek, mert hát a hold nyilván létezik, csak nem szálltak le rá. Ugye? Aha, van az a konteó, ami szerint ugye a földön kívüliek építették a piramisokat. Azok szerint is hülyék lapos földesek, mert a föld nem lapos, nyilván ez a bolygó, amire jöttek a földön kívüliek. És így ez visszafele is megvan, el tudod képzelni ezt? Igen, csak... Ez olyan, mint a foci csapat. Te melyikbe hiszel? Ezek olyan, mint a foci csapat drukkerek, minden foci csapat drukker szerint a saját csapata a legjobb, és a másik a legrosszabb. De fél, van az a konteó is, hogy emberek ilyen 80 tonnás gránit tömböket kötelekkel húztak föl a piramis tetejére. Nem, az is konteó? Nem, ez egy sima történelmi tévhizés, azok a gránit tömbök kb. 2-300 kilósak, amikből igen. A piramisok épültek. Persze ezek ilyen fél méterszer, egy méteres, és nem is mindig gránit, mert ugye mészkőt is használtak az egyiptomiak, igen, szóval ezek, ez a könyveknek a hibája, hogy úgy van illusztrálva, mint hogyha egy ilyen nyerges vontató méretű követ görgetnének fákon, de hát itt valójában ilyen asztal méretű kövekről van szó. Vannak nagy kövek a piramisokban, de azokból sokkal kevesebb van, a belső szárgázatban pici kövekből van. Egyébként tök egyszerű. Hát a kisköveket biztos. A egyiptomiaknak nagyon sok idejük volt piramist építeni, mert egyiptomi időszakban ugye még nem voltak gátak, a szergát nem volt meg, a Nílus rendszeresen kiáradt, és akkor egy 100 napig nem nagyon volt mit tenni. Például mi felírtunk egy olyan kérdést, hogy jobb hely lenne a világ, ha nem lennének konteók, de ez, mint kiderült, teljességgel indifferens, hiszen olyan világ nem létezhet, mert a konteókat az ember természetéből fakadóan gyártja. Hát én el tudok képzelni egy olyan világot, ahol nincsenek konteók, meg téfitek, csak ott azzal az a baj, hogy az egy nagyon unalmas világ lenne. Tehát ahhoz az kéne, hogy minden ember maximálisan tisztában legyen a világ összes tényével, tehát mindenki legyen egyszerre egy profi. Mindeközben szociológus, fizikus, tények. Közgazdász, meg minden, amit el tudsz képzelni, tudománya, ami létezik most minden szakmában profi legyél, ami a te számon létezik ever. És akkor, ha ebből mindenki nagyon profi lenne, akkor ezt úgy hívjuk, hogy androidok univerzum, vagy én nem tudom. Egyébként önmagában az, hogy vannak téfitek, azzal nincsen baj, azzal van a baj, amikor ezt elkezdjük direkt arra használni, hogy átverjünk embereket. Erre mondtam, hogy nem a konteókkal van a baj, hanem a konteókra épülő dezinformációval, meg az átverésekkel van a baj. Tehát azzal nincsen baj, hogy te hiszel a lugosításba, azzal van a baj, amikor téged valaki piacszerzési alapon meggyőz arra, hogy a lugosító teát vedd meg a gyógyszer helyett, amit tényleg meg tudna gyógyítani. És az a poén, hogy ezek az emberek egyébként nagyon hihetőek.
ezek nagyon általában olyan szociopaták, akik simán meggyőznek téged bármiről. Tehát simán elmondják neked, hogy a gonosz gyógyszer lobby az téged át akar verni, és azért fizetettnek veled 3000 forintot a gyomorsav gyógyszeredre, mert refluxod van, helyett itt van a lugosító tea, csak 25000 forintba kerül. És az emberek gondolkodás nélkül kifizetnek 25000 forintot egy alternatívára, egy 3000 fontos gyógyszerre, és nagyon fontos. A homeopátia, meg az ilyen hülyeségek, mint amit most elmondtam, lugosító tea, ez kimondottan a jókereső, magasan iskolázott embereknek a jellemzője a világ. Uh-huh. Neked is, illetve nekünk itt a műsorban is nagyon fontos kérdés a környezetvédelem, és a környezetvédelem is dugikban különféle konteókkal. Hát nem véletlen földrajzosként belekeveredtem ebbe a témába. Mik a legdurvább környezetvédelmi konteók? Hát szerintem a legtöbb környezetvédelmi konteó azért különleges eset, és a földrajz ezért is felülreprezentált szerintem a konteóba, hát Laposföld. Igen. Balaton tagadó klubja, sőt, hát egyébként az Egyesült Államokban rengeteg ember tagadja Ausztrália létezését. Környezetvédelmi konteókból akkor párat emeljünk szerintem, és akkor majd választotok, hogy melyiket lepesézzük ki. Tehát nekem két kedvenc konteóm az ekvivalenst, ugyanaz csak ellentétes irányba. Ugye az egyik az arról szól, hogy ugye a világon azért nem működik a gazdaság, mert ezek a klímaváltozás, ez egy ilyen kitaláció, és ez valójában csak a napelemet gyártó cégeknek a biznisze és azoknak a lobbistái hitetik el, hogy itt legyenek karbonkvóták, de ezzel tönkreteszik a mi gazdaságunkat, és Kína ezért fejlődik. Perjel. Ennek az alternatív verziója az a konteó, amiben szerintem egyébként Magyarországon nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok LMP szavazó például csont nélkül hisz. Ez nem tudományos megalapítás, csak a Facebookon, tehát ezt el tudom kérdezni, ez egy torzított ábra. Tehát én nem, most nem a, hogy mondjam, nem az LMP szavazókról mondok valamit, hanem az LMP kommentmezőiben hangosan kommentelőkről mondok valamit. Ez fontos különbség, ugye? Mert ez nem egy szignifikáns minta. Ők nagyon hisznek abba, hogy például az atomenergiáról bárki bármi pozitívat mond, azonnal oda kommentelik, hogy ezt az atomlobby fizeti, és én mondjuk, ha beszélek az atomenergia előnyeiről Kiskunfélegyházán, a műfázban, kb. 30 ember előtt, én csak azért mondom, hogy az atomerőműnek vannak előnyei, mert engem a háttérhatalom megfizetett, hogy ő öt személy szerint Kovács Pistát, Kiskunfélegyházán, Mórahalmon, mit tudom én. Miért te nem ebből élsz? Hát ha tudnád, hogy milyen keveset keres, hogy magyar tudós, inkább mennék kukásnak. De valahogy most már egyre inkább az az érzésem nekem személy szerint, hogy az az első számú oka ennek az óriási polikrízisnek, amiben az emberiség most befele hajt, vagy már benne van, hogy mennyi széndioxidot pöfögtetünk a levegőbe. De hogy itt is ugyanez ez van, én ezt érzem, hogy most akkor azért fogunk elpusztulni mindennyien, meg azért pusztul a földgolyó, mert mi autót vezetünk. Ez is konteó. Igen. Ugye? Szerintem, hogy, értem, hogy mire gondolsz. Szerintem a tudósok is emberek. A tudósok is hajlamosak hülyeségbe hinni, a tudósok is szeretnek nem izgulni, a tudósok is szeretnek dolgokat. A divat a tudományban is létezik. A kutatásnak vannak divatjai. Szerintem akkor vesézzük is konteók mentén ezt, amit eddig elmondtál. A föld nem fog elpusztulni, mindenkit megnyugtatok. A környezetvédők legnagyobb hibája volt szerintem az elmúlt 10 év, hogy ezzel a hülyeséggel letették az embereket, hogy itt majd jó világ végét csinálunk itt a klímaváltozásra. Mindenkit megnyugtatok, még most se tartunk ott. Ha az összes atombombát felrobbantanánk, se írtanánk ki az élővilágot a bolygóról. Magunkat ki tudjuk egyébként írtani, tehát félretés ne esik. Az emberiség az emberiséget ki tudja írtani, az élővilágot nem. Tehát olyan baktériumok meg növények vannak, amik olyan környezeti elemeket kibírnak, hogy azt el nem tudod képzelni. Csak hogy az ember magát tartja a létezés középpontjában. De ugye mivel azt mondtuk évekig, hogy itt a klímaváltozás elduran, akkor világ vége lesz. Ebből akut ki például, van egy egész generáció, ugye a Greta Thunbergnek a generációja, akiknél konkrétan pszichológiailag analizált betegség, a klímarettegés, mint olyan. Ez egy ugyanolyan fóbia, mint az öregeknél volt mondjuk a klausztrofóbia. Épp csak még gyakoribb is. Ez hatalmas hülyeség, fel kell csapni bármilyen könyvet, ami környezeti klimatológiával vagy őslényekkel foglalkozik. Például ajánlom a Túlélők és Kihaltak című nagyon remek könyvet. A földtörténeti korokban volt olyan időszak, amikor a mai időnél 10 fokkal melegebb volt a bolygón, és vagy 3-szor annyi széndioxid volt a levegőben. Tehát nem tudjuk tönkretenni a bolygót. De akkor, hogyha volt ilyen, akkor miért kell rettegnünk? Hát ez egy túl rettegtetés. Egyébként a klímaváltozásra való rettegtetés az ugyanolyan biznisz, mint a klímaváltozás tagadása egyébként. Csak ugye ez azt okozta, hogy egyébként, mert ők azt az évők jó szándékkal csinálták, jó indulatú konteó, hogy majd ha az emberek jól megijednek, akkor majd változnak. De nem ez történt, hanem mi történt? Ja, hát mennyire rossz a helyzet. Hát akkor mennyire menjek el repülőveli vizára csapatni. Uh-huh. De pont az ellenkező reakciót váltotta. Te tartasz-e attól, hogy mi úgy szoktuk fogalmazni a Stumpf Bíró Balázs itt járta óta, hogy összeomlás következhet be az emberiség
történetében. Az emberiség az már 6 nagy összeomlást túlélt. Tehát az összeomlást azt nem úgy kell elképzelni, ezt ő jól mondta el, amikor itt volt nálatok, csak ezt az emberek nagyon sokszor félreértik, a kommentmezőtökből indulok ki, mert egyébként szoktam nézni a műsort, és ez itt a reklámhelye volt, hogy az emberek azt képzelik el az összeomlásról, hogy itt egyik nap még így világít a tévé, isszuk a hideg sört, esszük a meleg húsos szendvicset, vagy mit tudom én, másnap meg jön Mad Max. Ez nem így működik. A klímaváltozás egy tök lassú folyamat. A társadalmi összeomlás ez egy tök lassú folyamat, gondoljatok Róma bukására. A Róma bukása az nem az, ugye nekünk tanítanak egy dátumot, hogy ez volt Róma bukása, ókor, vége, középkor, eleje, sötét, középkor, marhaság. Ez valójában úgy érzek, ez egy 150 éves folyamat volt. Tehát amikor a római birodalomnak a hajóépítéséről vannak publikációk, azt kell megnézni, a hajóépítés így ment le. Két obok kifolyólag, egyrészt kivágták a fákat, az eső elhordta a talajt, és maradt a puszta kő. A Balkán-hegység, ami most ilyen sziklás cucc, az régen tele volt erdőkkel, csak hát gálya építés, ezt kivágták. Plusz jött egy kis jégkorszak. Ugye a római klímaoptikum után volt egy kis jégkorszak, ez tiszta földrajz, gyönyörű szépen ki lehet mutatni a jégköri mintákból. És ez egy lassú folyamat volt, ráadásul Róma bukása után egyébként a római városok, tehát a Román mint városon kívüli összes többi a római birodalomhoz tartozó város, köszönjük szépen, tök jól érezte magát, ott még vagy 50 évig ment a rendszer. Ugye az itáliai királyság címén, Kelet-Róma meg még jó pár száz évig fönn volt, ugye. Tehát a társadalmi összeomlás ez nem olyan gyors folyamat. Tehát ha a klímaváltozást akarom analógiaként mondani, akkor ne úgy képzeljétek el, hogy egy csónakon ülünk, egy kellemes, langyos vízű patakon úszunk, azt egyszer jön egy vízesés, és így leesünk. És akkor te nem hiszel abban, hogy a Dietrich Erdmann azt mondta nekünk, hogy körülbelül 18-20 évünk van még hátra, és utána nagyon komoly kataklizma következik. Igen, de ezt akarom mondani, ez a kataklizma, ez nem úgy néz ki, amit mondok, hogy jön a vízesés, és így leesünk róla, hanem ezt úgy képzeld el, hogy a csendes vízű patakról beérkezünk a vadvízi evezés világába, ahol egyszer csak jönnek a hullámok, jobbról-balról bekóstol egy-egy szikla, ilyen lesz mondjuk egy háború, ami azért tör ki, mert nincs ivóvíz, ilyen lesz az, hogy jön egy hurikán, ami elvisz egy fél országot, ja bocsi, ilyenek már zajlanak. Hogyne. Jelenleg 60 háború zajlik a világon, ebből minimum 10 olyan van, ami egyébként a klímaváltozás fontos tényező. Csak így hozzáteszem. Mi általában 2-3 háborúról értesülünk itt a médiában Magyarországon. A divatosokra. A legjobb egyébként nekem a kedvencem a mexikói polgárháború, egy rendes polgárháború zajlik Mexikóban, rendes részei vannak az országnak leszakadva a központi kormányról. Ezt nálunk a média úgy szokta előadni, hogy ilyen bandaharcok vannak, meg lövöldözgetések. Könyörgöm, csatahelikopterekkel lövik egymást, meg páncélosokkal. Igen. Az egy rendes polgárháború. Ami nagyon fontos, amire ki akartam működni, hogy ez azért is tudott kialakulni, mert egyrészt a klímaváltozástól szeretünk félni. Bármilyen meglepő. Tök menő, te tudod a humanizmusodat, a jó fejségedet azzal demonstrálni, hogy te egy pandát belájkolsz, és ezért a panda egyébként a klímaváltozásnak a jelképe, melyiket a panda tök messze van, senkit nem érdekel, amúgy semmi nem történne, ha a panda kihalna, de pont azért, mert nagyon messze van, és rajtunk egyébként tökre nem múlik, hogy Kínába kihal a panda, ezért tök jó itt Európában az a kampányon. Bezzek, ha arról lenne szó, hogy a fecskét ne verd le, az már nem biztos, hogy tetszene Marika néninek, mert összeszarja az erkét. Uh-huh. Pedig az, hogy ha a méheket... De ez milyen jó dolog. Igen. Nem? Hogyha a fecskéket vagy a méheket kiírtjuk, annak van környezeti katasztrófa jellege. Panda egyébként egy tök lényegtelen dolog. Ennél még jobb egyébként az, hogy ugye például a jegesmedvéket iszonyatosan féltjük, miközben a világ sok részén már írtani kell a jegesmedvét, mert elszaporodtak, mert a jegesmedve nem egy buta állat. Tehát most komolyan mondod? Oroszországban konkrétan fegyverrel írtani kell a jegesmedvét, bizonyos részeken, mert a jegesmedve ez egy okos állat, és rájött arra, hogy a letüredező jéghegy darabokon ő be tud úszni sokkal messzebbre, mint régen, ott levadásza a zsákmányállatokat, és csak kifelé kell úszni, befelé nem. Láttam egyébként olyan képeket egy jegesmedve családról, amelyik egy ilyen szibériai elhagyatott kisfaluba, házba beköltözve élt. Persze, mert egyébként a másik oka, Alaszkában például azért híznak a jegesmedvék, mert az embereknek a hulladékát megeszik. Hasonló kérdés az is, hogy elektromos autót hogyan számolunk? Na az elektromos autóval van egy problémám nekem. És nem az elektromos autó maga a probléma, hanem a rendszer. Az elektromos autó egy tök jó dolog, hát nem füstöl a városban, már megértem. De vannak bajok a rendszerre. Elektromos autó az akkor lenne jó, ha te napközben napelemről töltenéd. Nyilván nem ez történik, mert napközben a gyerekén rohangálsz a munkahelyen vagy akármit, ügyetek intézel, hanem este, 8-kor, 9-kor, mikor hazaesel, akkor fogod tölteni. Uh-huh. Csak akkor már a 103-battai hőerőműről fogod itt Pesten tölteni, ugye? Uh-huh. Hát azért az már nem karbonsemleges. 2. Azért az a buldózer, ami bányásza a lítiumot hozzá, az nem fog elektromosan működni soha, az dízellel megy, és az egész nap pöfögi a gázolajat. Ilyen csövön megy a gázolaj azokba a D10-es buldózerekbe, csak így megjegyzem.
Én láttam olyat élőben egyébként, mert voltam egy ilyen nagy bányában Németországban. Úgy képzeld el, hogy vannak akkora bányagépek Európában, amiknek a tömege akkora, mint a Titanicnak. Tehát 10 000 tonnás bányagép, ilyen gém, ami darálja a földet. Több akkora lapátjai vannak, amik ilyen tengelyen forognak, hogy egy lapát akkora, mint egy ilyen átlagos garázs. És abból van ilyen 30, és az így... Láttam ilyeneket, brutális méretűek. Plusz ugye azt nem számoljuk bele, hogy a változtatáshoz pénzt kell költenünk. De a pénz előállítása az nem úgy történik, hogy van pénz, jó, nyilván ezt lehet így csinálni, az okoz inflációt néha. Azt nem szoktuk figyelembe venni, hogy az, hogy valamire költünk pénzt, az is széndioxida jár. Tehát az ki lehet számolni, nem is olyan bonyolult, hogy 1 millió forint GDP megtermelés, az hány kiló széndioxidba kerül. És hogyha az van, hogy elköltünk 5 millió forintot arra, hogy 1 millió forintnak megfelelő GDP, tehát egyszerűsítek, elköltünk 5 tonna széndioxidnak megfelelő GDP-t arra, hogy megspóroljunk 1 tonna széndioxid kibocsátást, akkor valójában 4 tonna széndioxidot kinyomtunk a levegőbe. És akkor ilyen szempontból az elektromos autóval nekem az a bajom, hogyha az elektromos autóknak a árának a töredékéből azt csinálnánk, hogy a nagyon régi autókat lecserélnénk újabbakra, sokkal több széndioxidot spórolnánk meg. Konkrét példát mondok nektek. De mire akarod lecserélni? Figyelj, fogsz egy 15 évvel ezelőtti Opel Astrát, és lecseréled egy zsírúj Opel Astrára, a zsírúj Opel Astra az konkrétan fel annyi széndioxidot bocsát ki, meg káros anyagot. Bár valamelyik nyilatkozott, de azt hallottam, hogy szerinted az lenne az ideális megoldás egy város közlekedésére, hogyha elfelejtenénk a kocsikat. Puzsérnak ebbe teljesen igaza volt, és nem is nyerte meg a választásukat, mert ez nem szép dolog. Ezt három részre venném. Egy. Az a baj, az elektromos autóra nem a régi rossz szennyező autókat cseréljük, mert nem az történik, hogy Pista bácsi a mit a Ásott halmit anyán, vagy a Móra halmit anyán lecseréli a 15 éves Astrát, vagy a 25 éves kettes Golfot a Teslára, hanem valójában a 2,5 éves benzinüzemű autót fog lecserélni a Teslára. Tehát nem hatékonyan költjük el a pénzt. De ha már mindenképp elektromos járművet akarunk, akkor jobban megérné buszokat elektronizálni, mert az autó, ha belegondolsz, a nap 97%-ában neked ott áll, vagy a garázsba, vagy a munkahelyen a parkolóba, a busz meg egész nap járkál a belvárosba. De még ennél is jobb lenne egyébként, hogyha például bevezetnénk az osztott közlekedést. Ugye, hogyha nem mindenkinek külön autója lenne, hanem például lennének ezek a megosztott autók, ami gyakorlatilag úgy felveszel, mint most a megosztható biciklit, vagy a rollert, azzal furikáznál, leparkolód, az esetleg önvezető módon visszamegy a belvárosba, azzal, mivel az autó a nap 97%-ában áll, nyilván vannak átfedő igények, mert ugye van a reggeli eset csúcsfogalom, akkor is nagyjából az autók ötödével le lehetne fedni a teljes közlekedési igényt. Plusz egy nagyon fontos dolog, amit nem szoktak az emberek figyelembe venni. Ezeket a 3 tonnás csatahajókat, amik most rohangálnak SUV néven a városokba, ez akkora maga a jármű, hogy amivel benne lévő acét legyártod, a hozzá szükséges műanyagot, alkatrészt, fékbetétet, gumit legyártod, már azzal tönkre vágjuk a bolygót, hát könyörgöm, te most komolyan, szerinted a világ legnagyobb konteója, a legnagyobb önállító hülyesége azt képzelni, hogy a körülbelül 2 milliárd benzin, dízel, meg egyéb meg gázüzemű autót azzal tud okozta környezeti problémát, azzal tudjuk megoldani, hogy gyártunk még 1 milliárd járművet, csak más hajtáslánccal. Ha csak az alkatrészéket ezeknek az autóknak legyártjuk, és lerakjuk a gyárudvarra, úgyhogy soha nem indítjuk be, már tönkretettük a bolygót. Ha nem, a környezetbarát mi lenne? Hát vissza kell gondolni. Fiat 500-as az megvan. Mekkora volt? Ekkora autó volt, volt körülbelül 700 kiló, volt benne egy ekkora motor. Azt lehetne, az a mai modern benzines technológiával is egy környezetbarát jármű lenne, vagy elektromossal is. Ezért mondom, hogy nem az elektromos autóval van, de ha elektromos autóból is 3 tonnás csatahajót csinálunk, azzal semmivel nem vagyunk előbbre, mint a benzinüzemű autóval. Nekem egyébként ez a gondolatiság nagyon tetszik, annál is inkább, mert eddig még nem tudtam igazán eldönteni, hogy most, mert vannak olyan számítások, miszerint az elektromos autó az mennyire környezetbarát, már pedig mindenki elektromos autót vegyen, vagy sem. Ez ugyanaz, mint a napelemes, amit mondtam, hogy ha napelemnél figyelembe veszed azt, hogy gázturbinával rá kell pótolni, igen, akkor a napelem már nem környezetbarát egyáltalán, drágább, mint az atomerőmű, sőt, drágább, mint a legolcsóbb áramtermelésiként bármilyen meglepő a vízerőmű, ez szerintem az akkora nagy meglepetés nem okoz, a második legolcsóbb a széntüzelésű erőmű. Tehát, hogy például pénzt akarunk költeni arra, hogy a széndioxidot csökkentjük, akkor se az kéne, hogy itt napelemeket rakunk nálunk eszetlenül, aztán már nem győzzük gáztúrbinával kipótolni, meg leszabályozni, hanem az lenne, hogy még az afrikai széntüzelésű erőműveket kéne gázturbinára lecserélni, mert akkor is feleznénk a kibocsátást. Tehát, hogy
lenne ennek a pénznek jobb helye. De ugye technológiába szeretünk bele, a napelembe, szélturbinába. Nem, meg ráadásul ugye itt egy nagy probléma az, hogy nem gondol soha senki bele, hogy maga a napelem meg a szélerőmű nem megújuló erőforrás. A nap energia, a nap sütés az megújul, a szél az megújul. De a napelem az egy olyan szilícium darab, amit le kell gyártani, aztán megy a szemétbe. Németországban azt úgy ássák el, mint nálunk a műanyag hulladékot egyébként. No de, hogyha nem jó az elektromos autó, akkor mit gondolsz, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy elektromos buszok járjanak, mindenki rollerrel járjon, kerékpárral, egy sokkal zöldebb közlekedésmód a nagyvárosokban alakuljon ki, de ehhez egy gondolati paradigmaváltásra van szükség. Az embereket hogyan lehet arra rávenni, hogy hagyjál föl azzal, hogy neked egy ilyen hatalmas 3 tonnás géped legyen? Egyrészt nagyon fontos, nagyon jó dologra tapintottál rá szerintem, és most érünk igazából a lényeghez, ez pedig az, hogy a gondolati sémáinkon kell választani. Szerintem itt mondtad ki a frankót. És ezt hogyan lehet elérni? Hát ez egy jó kérdés, ha tudnám, akkor már írtam volna belőle egy D1-es cikket, és bezsebeltem volna a publikációs utalmat. Kicsit komolyra véve a szót, egyrészt az emberek szeretik egy kicsit ilyen konteós jelleggel magukat, magukban ejtetni azt, hogy jön a világ megváltó technológia. Quantum Leap-től kezdve a holdraszállás. Ugye ilyen szempontból a sci-fi filmek is ezek voltak, mert ugye ejtették az emberek magukkal sci-fi nézés közben, hogy majd nem baj, tönkre vágjuk a Földet, nem probléma, de elköltözünk, mit tudom én, a Alpha Centauri-ra. Nem fogunk. Sajnos a fizika nem így működik. Szerintem erről sokkal jobban előző műsorotokban lényegesen jobb szó volt, hogy a fizika valójában hogy működik. Nem fogunk lelépni, mit tudom én, cuki űrhajóval, se a Marsra, se sehova. Tehát ez a Mars terraformálása, ez egyébként ugyanakkor a Conteo, mint a Chemtrail. Tehát aki a Marsnak, mint bolygónak a fizikai adottságaival tisztában, azt tudja, hogy nem, a Marsra sose fog költözni az emberiség. Ilyen labort lehet csinálni, meg egy tábort, mit tudom én, gazdag turistáknak, vagy mit oda járnak a gazdagok, nem Dubajba, de ennyi. Egészséget. Egészség. Van egy jó hírem. A klíma problémát nagyjából 2 hét alatt meg tudnánk oldani. Na ne hülyeskedj. Csak ehhez az kéne, hogy az összes ember 2 hétig egyformán gondolkodjon. Egyrészt. Akkor mégsem lehet. Tehát akkor lehetetlen. Igen. Hát ez a lehetséges, de mégsem tudjuk megoldani, inkább ugyan, nem? Még a műsor előtt ugye beszéltünk egy pár szót arról, hogy tök jó lenne, hogyha az emberek kicsit így észbe kapnának, és akkor mondjuk nem fogyasztó birkaként gondolkodnának, hanem például meggondolnák, hogy mit vesznek. Európai középosztálynak csak a fele úgy gondolná, hogy holnaptól ő nem vesz olyan cipőt, amit gyerekmunkával Bangladesbe gyártanak. Ha ezt nem tennénk meg, akkor ezek a cégek, akik egyébként 3% haszonni, hadd ne mondjam el, hogy a CEU a saját nagymamájával miket nem tenne a 3% plusz bevételért, azok a cégek olyan szinten pánikolnának be és állnának át környezetvédő módon termelt cipőkre, mint a húzat. Közelebbi példa, itt a repohár. A repohárnál nagyobb parasztvakítás a világon nincsen, ugye erre van a marketing, azért használom a parasztvakítás, mert ez a legjobb a magyar nyelvben, ami leírja, hogy a zöldre mosás jelensége. Mm-hmm. Az emberek nem környezetvédelmet akarnak. Az emberek a környezetvédelem élményét akarják. Senki nem akarja azt, hogy ő ne utazhasson repülővel, mert a repülőnél környezetszennyező közlekedési mód, hát jó, a 2-es Golf az még környezetszennyező, még így is. Senki nem akar lemondani az ibizai nyaralásról, vagy az, hogy 2 napra elutazzon, mit tudom, Rómába csapatni egyet, mert az menci az Instán. Akarjuk a fogyasztást, akarjuk azt, hogy nekünk minden meglegyen, ami csak emberileg lehetséges, miközben meglegyen a élménye a környezetvédelemnek. Erre nagyon jó példa szerintem az aksi gyártás Magyarországon. Európában így tapsolnak Magyarországnak, Magyarország beállt a környezetvédelembe, ez a csúnya Orbán Viktor mégse olyan gonosz Trump, mert mit tudom, hogy véd itt a környezet az aksi gyárakkal, és ez tök népszerű dolog külföldön egyébként, hogy Magyarországon ennyi aksi gyár van. A gödiek meg úgy vannak fel, hogy mindjárt meghalunk, hát tényleg konkrétan, hát ugye nem hivatalos méréseket, de kimutattak magzatkárosító anyagokat a talajvízbe. Mi úgy éljük meg, hogy ezek brutális katasztrófa, tönkre tesszük az országot. Vízzel van használva, stb. Alapú vízhiányos országba. Fun fact, magyar emberek egy jelentős része még mindig konteósan azt hiszi, hogy Magyarország egy vízekor. Ez hülyeség, a folyószabályozás óta ez nem igaz. Magyarországon egyébként a folyószabályozás és a rendszerváltás között, abban a nagyjából, hát most kerekítsünk 200 évre, abban a 200 évben nagyjából 10 000 tót csapoltak le az országba például. 10 000-et? 10 000 felszínű. Jó, ebben ezért nincsen Balaton sem már. Hát nem? Jó, ez a Balaton tagadók szerint nincs is. Zöldremosásnak egy ilyen primitívebb verzió is vannak, amikor csak zöldre festik a cuccokat, tehát például ugye az M betűs
nálunk piros-sárga étterem, Amerikában már zöld-sárga, mert a zöld akkor környezetbarát, igen. Wow, vagy amikor gyártják, boltban van ugyanaz a mosópor, sima hagyományos címkével, ugyanaz átlátszó flakonban zöld címkével, mint környezetbarát, hát ilyen, ez ugyanaz az összetevője, csak a kettő között van 1000 forint különbség. Uh-huh. És azt az 1000 forint különbséget a környezetvédelem élményért fizeted meg. Ha meg akarnánk tényleg menteni a világot, akkor nem kéne olyan nagy dolgokat tennünk. Egyrészt nem kell ilyen hülyeségeket venni. Nem kell Ibizára elmenni csapatni, vonattal el tudsz menni Prágába, tök jó csörözni, az is kimondottan jó nyaralás, mindenkinek ajánlom. Ez a reklámhelye. Egyébként nagyon boldog vagyok, hogy pont a kedvenc sörömet csokoltátok. Na tessék. Itt valahogy pont mindenkinek a kedvenc söre folyik a csapban. Hát azért, mert ez egy jó sör. Ez hát nagyon jó ennyi, sör. Igen, másrészt dolog meg, hogy egyszerűen az embereknek kéne a mentalitását megváltoztatni, és mondok pár olyan gyakorlati példát, amit bárki otthon meg tudna tenni. Na, erre vártunk. Egyrészt települési szinten is lehetne nagyon sokat tenni. Az egyik legegyszerűbb dolog, amit lehetne tenni azért, hogy a klímaváltozás ne üssön be annyira. Bocsánat, egy kitérőt tennék. A klímaváltozást nem lehet megállítani. Uh-huh. Bárki bármilyet mond, azt röhögjétek ki. A klímaváltozás az megállíthatatlan. Egyrészt egy jégkorszak végén vagyunk, tehát klímaváltozás akkor is lenne, ha az emberek egyetlen darab széndarabot nem égettek el volna, soha angolok nem jönnek rá, hogy ezzel lehet gőzgépet működtetni. Klímaváltozás mi felgyorsítjuk aránytalanul, sokszorosára. Hát az emberiségnek a bűne nem a klímaváltozás léte, hanem a felgyorsítása. A igen. És nem is csak a széndioxid miatt, ez egyébként, ez is egy tudománykommunikációs probléma, hogy mi kitaláltuk, hogy mindenféle gázok, amit a légkörbe engedünk, különböző módon befolyásolják a légkört. Ez nagyon nehéz volt modellezni, ezért egyszerűsítettük a modelleket, hogy átszámoltuk minden széndioxid egyenértékre. Uh-huh. Mert a metán, a vízgőz akár más mennyiség ideig van a légkörben, máshogy hat, ezt egyszerűsítettük. De ez ugye a politikában már nem így csapódott le, hogy ez egy modellnek egy eredője, hanem hogy a széndioxid egyelő rossz. Közben. És a világ megváltás az egyelő azzal, hogy a dekarbonizáció. Ja. Ez egy hülyeség. Mert félretették az emberek a modell egyszerűsítését. Itt valójában egy sokkal bonyolultabb folyamatról van szó. Klímaváltozást egy jelentős részben nem is azzal okozzuk, hogy kiengedünk valamit a légkörbe, nem az, hogy kiirtjük az erdőt, ami megkötni. Tereszennyezzük a tengert. Egyébként fun fact, amikor iskolában azt tanítják, hogy a őserdő a földtüdeje, az egy hülyeség. Valójában az oxigén döntő többségét a tengeri élővilág állítja elő az egysejtűek. De mivel azokat tönkretesszük, meg mondjuk a tengert úttele szennyezzük, hogy például a széndioxidot nem tudja megkötni, ugye a savasabb, melegebb víz az máshogy köti meg a széndioxidot, a talajokat, hogyha tönkretesszük, abból is rengeteg széndioxid kijön. Ezért önmagában az, hogy csökkentjük a széndioxid kibocsátást, az nem oldja meg a problémát. Ráadásul a széndioxid nagyon sokáig hat. Tehát azt tudni kell, hogy ami most klímaváltozást okoz, abban még benne van az a széndioxid is, amit annak idején a gőzhajók elengedtek, meg a második világháborús tigris harckocsi, amit elfogott. Amit most kiengedünk, az még 100 év múlva is hatással lesz. És ezért a klímaváltozást nem úgy lehet megoldani, hogy most itt lekapcsoljuk az erőműveket, és akkor világ minden megmentődött, és akkor holnap már lehet bontani a sört, mert megmentettük a világot, és veregetjük a vállunkat. Hanem az életmódunkat kell megváltoztatni, és akkor most tételezzük fel, hogy mindenki akar változni is, nem csak a változást akarja. Egyrészt települési szinten tök egyszerű dolgot kell megtennünk, tehát használjuk a tömegközlekedést. Tehát valójában egyébként világszinten az egyik legjobb tömegközlekedés a magyar. Lehet szidni a BKK-t, a Szegedit, a Győrit, stb. Hát megmondom nektek, hogy még az európai kontinensen és az országok 70%-ában sírnának az örömtől, ha olyan tömegközlekedésük lenne, mint bármelyik magyar városban. Ez egyetértek. Vannak bajok, abszett. Én nem mondom, hogy nincsenek bajok, mert például próbálják vakocsival felszállni távolsági buszra. De erre nem az a megoldás, hogy akkor mindenki kocsizik, hanem az a megoldás, hogy akkor a buszokat fejlesztjük. Uh-huh. Ez a önbecsapás, hogy a rossz tömegközlekedésre nem az a megoldás, hogy akkor kocsizunk, hanem az a megoldás, hogy fejlesztjük a tömegközlekedést. Egyébként nem kell messzire menni, mint Japánt megnézzük, az teljesen a tömegközlekedés, azt kell elérni. Célkitűzés. Másodpercre pontosak. Igen. Hát ugye Japánban volt már olyan, hogy egy órás késésére öngyilkos lett valaki az ottani vasútársaságban, hát szerintem a mávon már élő ember nem lenne. Igen. Közlekedés, igen. Akkor oké, mit tudunk még? Megosztott autók bevezetése, roller, stb. Szerintem ezt nem kell túragozni, biciklizzen, aki csak teheti. Jó, csak az ember miért üljön be egymásra? Mert lusták vagyunk, mint a geci. Pedig ha belegondolsz egyet, hogy a magyar ember a világ egyik legelhízottabb, azt mondom, negyedik vagy ötödik legelhízottabb ország, nem igen. Tudom, mert régebben pár éve néztem csak ilyen statisztikát utoljára, az világ egyik legelhízottabb országa vagyunk. Hát nekünk igencsak jót tenne ez a napi fél óra séta meg biciklizés a munkahelyre. Igen. Meg mondjuk például, ha bevezetnénk a home office-t,
bármint úgy tényleg, tehát normálisan lenne home office, akkor nem kéne beingázni a városba. Most összetében most mi értelme van, hogy valaki Budaörsről bekocsikázik azért mondjuk ide, akár még az 5., 6. vagy 7. kerületbe egy irodába, egy informatikai cégbe, hogy verje az asztalt, ahogy írja a C-be a programot, amit olyan jól meg tudna tenni otthon a persze. számítógépéről, sőt valószínűleg még hatékonyabb lenne, már azt az időveszteséget, ami az oda-vissza ingázás megspórolná, tehát akkor nem 8 órát tudna dolgozni, hanem lehet, hogy 9-et is bírna. Uh-huh. Vagy ugyanúgy 8 órát dolgozna, de már csak nem lenne hullafáradt, mire beér. Igen. Következő, a cégeknek is jó, hogyha home office-ból dolgozol, mert a drága irodát nem kell fűteni, ugye, és akkor egy fontos kitérő, a fűtés az egyik legnagyobb környezetkárosító Magyarországon. Tehát ma a Magyarországon, hogyha házak rendesen be lennének szigetelve, ajtó, ablak, hungarocel, alul, fölül, és egyébként fontos, tévhiteletében nem a oldalfalakat kell először hungarocelezni, hanem a plafont, mert a plafonon megy ki legtöbb meleg a tetőn keresztül családi házaknál is. Ha rendesen be lennek szigetelve a házak, egyébként több széndioxidot spórolnák meg, mint hogyha holnap az összes személygépkocsit leállítanánk az országba. Wow. Konkrétan azzal, hogyha nem az utcát fűtjük, hanem normálisan be vannak szigetelve a házak, akkor az a soha, és ez nyáron is igaz, mert nyáron a jól szigetelt ház meg lassabban melegszik, tehát kevesebbet kell légkondizni, ugye a légkondi is nagyon környezetszennyező. Igen. Tehát már két olyan dolgot mondtam, amivel gyakorlatilag egy 20%-ot lehetne spórolni az ország széndioxid kibocsátásán. Következő dolog, tök egyszerű. A városi hőszigetelés jelenség az egyik legnagyobb terminátora a klímaváltozásnak. Ez hogy arról szól, hogy hát ugye egy természetes táj az viszonylag nehezen melegszik fel, mert a fák vagy a növények árnyékolnak, párologtatnak, hűtik a környezetüket, a talajt nem is éri a napsütés, ha belegondolsz, normál esetben. Mozog a szél, stb. Ez este gyorsan lehűl, és egy napi hőingás van, és viszonylag az átlag napi hő középhőmérséklet az beáll egy szinten. Ehhez képest az ember mit csinál? Hát amit lehet lebetonoz, a vizet elvezeti, tehát a víz nem tud párologni és ezzel hűteni. A fákat kiírtjuk, hát milyen gyönyörű szép ez a Jókai utca, itt tele betonnal, meg téglával. És ugye a betonnak van egy olyan tulajdonsága is, hogy a beton az irgalmatlan effektíven alakítja át a napsugárzást hővé, és a betonnak nagy a hőtartó képessége, hogy a hőakkumulátor el is tárolja, és egész este okádja magából a meleget. Ugye képzelj el egy utcát, Szegeden mondjuk a Szent Háromság utca például. Az fás, bokros, mi történik? A fák megszűrik az árnyék egy részét, alul még ott vannak a bokrok, amik egyébként azért jók, mert a bokornak a levelei a kerekeknek a vonalában van az autók kerekeibe. A kerekekről származó zaj a leveleken visszacsapódik, szétszórja a zajt, és gyakorlatilag csökkenti, mint egy zajszűrő. Igen. Tehát például az utcák mellett, ha lennének bokrok, kisebb lenne a zaj. Nagyon sokáig tartott nekem meggyőzni egy ismerősemet, hogy neki volt, egy olyan háza volt, ami kinn állt a napkellős közepén, különböző okok miatt, ilyen közművek miatt nem tudott hátültetni. Mondta neki, hogy semmi gond, futtassa be a házát sima diszbabbal nyárra. Az, hogy a diszbab árnyékol, maga a zöld levél, az nem süti közvetlenül nap a falat, hűteni fogja a házát. És arra meg nem volt pénz, hogy hungarot szerezze. Ezzel a babos módszerrel, ami került nagyobb 1000 forintba egy kiló bab mag, meg egy háló, amit körbe rakott, hogy a bab föl tudjon ráfutni, azzal megoldotta a nyári meleg kérdését, és 3 fokkal effektíve hidegebb volt a lakásban, úgyhogy nem légkondizott. Már ez önmagában, ez egyébként nagyon sokat hűtene a levegőn, és ugye a nyári meleget, ami ugye a klímaváltozásban, ugye, hogy egyre melegebbek lesznek a nyarak, ezt el lehet mondani, az idei nyár volt életed leghidegebb nyara, a jövő évi nyár is az addig életed leghidegebb nyara lesz, és az után is, mert mindig egyre melegebbek lesznek a nyarak. Jó, előfordulhat, hogy éppen Magyarországon lesz egy hideg egy nyár, de a bolygó összességében melegebbek lesznek a nyarak. A telek azok nem ilyen egyértelműek, mert a klímaváltozás az nem felmelegedés. Ugye ez is egy fontos téveszme. És ez azért fontos, mert erről beszélni kell, hogy tudjunk rá reagálni. A klímaváltozás az nem úgy működik, hogy egységesen melegszik a bolygó, mint egy ilyen hőmérői növekedni, hanem ez úgy működik, hogy a légkörben több energia lesz. Tehát a több energia, több napsütés és a tulajdonképpen a széndioxid miatt, az üvegházhatás miatt, most ugye arra iratkozok, hogy a metán meg minden más is okoz üvegházhatást, meg maga a vízgőz is okoz üvegházhatást, amiatt az energia benn marad a bolygó, a légkörben. És ez nem csak azt jelenti, hogy melegebb lesz, hanem több energia van. Képzeld el, hogy egy forró kávéban az áramlások sokkal gyűrűbb. Egy forró kávéval belöntesz egy csöpp tejet, azonnal elkeveredik. Egy hideg kávéval belöntöd, azt még 10 perc múlva is ugyanúgy néz ki. Ez ugyanígy működik, ez azt eredményezi a Földön, hogy a
több áramlás miatt könnyebben van az, hogy mondjuk az afrikai meleg bejön Magyarországra, és nyáron majd megsülünk a 40 fokba, hogy melegebb van Magyarországon, mint Szicíliába, de azt is eredményezi, hogy a hideg levegő északról is a nagyobb szelek miatt be tud jobban jönni, olyankor van az, hogy Magyarországon hidegebb van, mint Moszkvában. Tehát nem csak, hogy melegebbek lesznek a nyarak, de hogy nagyon ritkán ugyan, de irgalmatlan, csapadékos, hidegesős idők lesznek, amikor két havi csapadék leesik két nap alatt, meg amúgy irgalmatlan hideg. Ezt most sem látjuk. Hát, hogy volatilisebb az egész, nem? Gábor, a személyes teendők, mit tudunk csinálni ahhoz, hogy jó legyen? Jó, akkor menjünk egy szinttel alá. Ne kapáljanak az emberek, és ne szántsanak. A világ legjobb hülyesége a kapálás. Ugyanis mit csinálsz? Fogod a tyúkhurt, meg a libatopot, kikapálod, ezzel mi történik? A libatopban és a tyúkhurtban kötött vizet eltávolítod a talajból, az, hogy eltávolítod a növényt. Ahogy kapálod a növényt, meg mondjuk a felszínét, ott a szél kifújja belőle a páratartalmat, meg jó esély, még a humuszt el is viszi a tetejéről a szél. A fa levél eltüzelése a világ nagyobb hülyesége egyébként, minden kontaóval, meg hülyeség. Az humusz. Ha a fa levelet kihagyod, akkor a giliszták eltávolítják, a giliszták azt elpusztítják, leviszik a talajba, ott szétrohad, és a talaj, gyakorlatilag egy humuszképződési folyamaton a giliszta is jól jár, mert ebből tud táplálkozni, meg a gilisztának ez a váladéka, amit kibocsájt, ez elpusztítja a fa levelet. Még egyszerűbb dologot mondok, ha otthon vagy, ne vasalj. Nem vasalok. A vasalás időrabló, rohadt energiaigényes, mennyi áram elmegy rá fölöslegesen, a ruhádnak tök mindegy, hogy vasalod-e vagy nem, az én ruhám nincs kivasalva, biztos. De akkor mitől ilyen egyenes, vagy hogy mindjárt ez? Úgyhogy mikor kirakom a szárítóra, nem kilógatom, hanem válfára teszem, most csók a családnak. Jó. Nem szárítógépet használunk, hanem kérdezed, még ilyen drót van, és akkor arra van kirakva. Ez Amerikai már se tudják képzelni. Meg környezetvédelem egy tök egyszerű dolog, ne vegyél környezetszennyező termékeket. Tehát például az európai emberek egy jelentős rész, hogy erre mondtam ezt, hogyha 2-3 hétig csak azt csinálnánk, hogy nem vennénk olyan chipset, üdítőt, ruhát, akármilyen környezetszennyező módon gyártanak, akkor a cégek összepisálnák magukat ilyettükbe, és elkezdenek környezetkímélő módon termelni. Lehet, vegyük rá az embereket arra, hogy ne vásároljanak ilyeneket? Tehát hogyan ehhez tudjuk öntudat ezt? Kell, öntudat, ráébredés. Figyeljetek magatokra, vagy nem tudom, mit kell csinálni. Az ember az mindent tagad. Az embernek a legősibb reakciója a problémákra a tagadás. Ez valószínűleg azzal függ össze, hogy az embereknek egy jelentős része az gyakorlatilag rabszolga vagy félrabszolga volt a történelmi időben. És a mai napig is az vagyunk, igaz, Gergő? Hát igen. Szerintem igen. Igen, kimentek a lovagok, bejöttek a bankok, van egy ilyen vicc. Nagyon-nagyon szeretnék néhány tippet kérni tőled, mert ez a ne vasalj, ez tök jó. De mondjuk egy átlagos háztartásban milyen egyéb olyan banális dolgokat lehet csinálni, amiről az ember nem gondolná, hogyha mondjuk, jó, most abból indulunk ki, hogy akkor mindenki két hétig ugyanúgy gondolkozna, de el kell kezdeni, hogy mik még olyan dolgok, amit, hogyha mindannyian két hétig csinálnánk, akkor disztinktív változást tudnánk elérni. Mit tudom én, lekapcsolni a retyóban a villanyt, vagy érted? Szóval, hogy ilyesmik. Eleve mondjuk a retyóban minek kapcsolod fel a villanyt, nem találod meg a fütyit? Nálam csak egy ilyen luk van a földön, tudod, az kell. Mint oroszok. Figyelj, például mi a francnak használunk hektoliter szám öblítőszereket, mosogatószereket. Pár forintért most már lehet venni szinte bármilyen drogériában mosó parfümöt, ami ugyanazt tudja, mint a öblítőszer, csak tized annyi, nem csak annyi műanyag hulladék, mert ekkora az acsiba van, vagy valahol még ilyen önkiszolgálósan lehet tartani, nem ekkora flakont veszel meg, ugyanazt a cuccost feloldva 20 liter vízbe. Minek használsz mosószert, mikor egyébként sima mosószappan is jó a mosogatáshoz, vagy szódabikarbóna, úgy kiviszi a ruhádból a foltokat. Ez ugyanúgy, te ne vasalj. Mi takarításhoz mi a francnak használunk 25 féle vegyszert, miközben a takarítás 90%-át el lehet intézni sima mosogatószerrel. Ecettel. Meg ecettel, igen. Kalgon minek veszünk, könyörgöm, mert az ecet ugyanúgy kiviszi a vízkövet a gépből. Vagy még egyszerűbbet mondok, ha már autóval közlekedsz, oké, mi a francnak járatod 20 percet a motort, mielőtt elindulsz? Ezeknek az autónak olyan rossz a termikus hatásfoka, vagy rossz, nézőpont kérdése. Ez az autó nem melegszik fel attól, te 20 percig járatod, hanem nincs terhelés alatt a motor, mert alapjáraton olyan kevés hőt termel. Ez a ladákról itt ragadt hülyeség, hogy az autókat járatni kell menetés előtt. Ezeket az autókat nem szabad járatni. Nyugat-Európában már büntetnek azért, ha te járatod az autót, úgyhogy nem mész vele. Azért van az, hogy például az új autók meg vannak megcsinálva, hogy megállsz a piros lámpán és leáll az autó, mert érzékeli. Igen. Mert ezeket tök fölösleges menetni, mert nem melegszik alapjáraton az autó. De ilyen szokásokon kell változtatni, vagy mondjuk érted, tehát ilyen egyszerű dolgok, hogy a francéke 70 darab lámpának égni egyszerre, vagy miért van a lakásban 29 fok?
Még egy pólóban lenni a lakásban. Téren én a lakásban pulcsiba vagyok. A legjobb dolog az univerzumban az, amikor téren a kapuszni és pulcsiba, a teát iszogatok, beülök az ágyba, és a páromat simogatom. Összebújtok, érted, beszélgetek, vagy mondjuk nem kell a laptop előtt hülyülni, nézni. Egyébként ez a kedvencünk, az emberek mondják, jaj, én nem nézek tévét, én jobb vagyok annál. És mit néz? Ugyanúgy nézni a született feleségeket a laptopon. Az most őszintén mivel jobb? Igen. Teljesen jogos. Helyett meg össze lehet ülni és társasjátékozni, lehet kártyázni, vagy akár csak kézzed el, lehet beszélgetni. És akkor lesznek szociális interakciók, és valaki megmondja, a hülyeség az, amiben hiszel, és nem hiszed el a Conteót például. Az ivóvízzel hogy lehet spórolni? Én mindig arra gondolok, amikor lehúzom például a WC-t, mi a francia hogy iszunk? Úristen, mi a fasz csinál, de komolyan. De jó, mondjuk ez is olyan dolog, hogy mi a francia kell a WC-t teljesen lehúzni. Nekem olyan WC-n van, hogyha picit megnyomom és visszanyom, akkor csak egy kicsi víz folyik le, és akkor a pisihez elég. Vagy mondjuk a csapokat, meg vannak ezek a csapokhoz, ez a bugyborékoztató, amikor tudod, én kevesebb víz folyik, de soknak érzed. Uh-huh. De még kell menetni folyamatosan a vizet, amikor fogat most elején megnyitod, elzárod, amikor vizes lesz a fogkefe, kinyúl a fogkrémet, megmosod, és a végén öblítesz, nem kell 10 percig közbe folyni a víznek. Vagy és mit gondolsz arról, hogy az emberek miért nem tudják ezt elfogadni? Van egy csomó olyan ismerősem, hogy basszus, hát miért nem folyassam? Hát azt csinálok, amit akarok, nem? Mert azt csinálom, takar, mert szarik rá. Hát most ezzel igen, de ne szarjunk rá. Vagy egyszerű dolgot mondok, még ennél is egyszerű dolgot mondok neked, képzeld, hogy nem lenne egy kvantumfizikai dolog, szerintem mondjuk azt megcsinálunk, hogy mi mész a boltba, akkor egy vászontáskát elviszel magaddal. Nem veszem mindig nylon zacskót. Vagy a másik verzió, mindig vászontáskát veszel, és már van otthon 200 darab vászontáska. Az ugyanolyan környezetromboló egyébként, mikor 200 vászontáskád van, mint hogyha nylon zacskóból lenne 200. Főleg, hogy a textilipar a legkörnyezettebb szennyező. Tehát egyébként mi nagyon sokat gondolkodunk azon, hogy hogyan lehetne az embereknek ezt a gondolkodásmódját valahogyan megváltoztatni, hogy mondjuk divattá tegyük azt. Mert vannak erre már egyébként ilyen gyengébb kísérletek, hogy vászontáskával megyek vásárolni, meg olyan helyen vásárolok, ahol nincsen. Igen, de például a szelektív hulladékgyűjtés a világ legnagyobb hülyeségei közé tartozik. Az most, is? Hát most gondolj bele, van a megveszed a meg nem nevezett üdítőt, kiiszod belőle azt a cukros szart, amit ő valószínűleg cukorbeteg leszel 40 éves korodra. És marad a kokakulás doboz. Utána a flakont összenyomod, kidobod a szelektív kukába, azt egy teherautó jó sok dízelt elégetve összegyűjti, azt elviszik egy üzembe, jobb esetben nem a szemétterepre kell ugyanúgy, mint a többi hulladék, egyébként 99% az ugyanúgy szemétterepre kerül a szelektív hulladéknak, elárulom. De most tegyük fel, abban 1%-ba beleesik, amit éppen összegyűjtenek. Utána az rohadt nagy energiahasználással megolvasztják, újra kijöntik belőle a flakont, csinálnak belőle újra egy üdítős flakont, azt meg is töltik neked, hogy újra egy másik teherautó azt kihozza. Ez környezetbarát szerint, ezt most komolyan elhisszük? A megoldás mi lenne? Az, ami a 80-as években volt, hogy voltak az üvegből készült üdítős flakonok, üvegek, amiket mondjuk 600-szor használtak körülbelül, oké, a szél az kopott volt, és nem nézett olyan fancy módon, de az környezetbarát olyan szempontból, hogy az csak egyszer kell legyártani. Jó, mosni kell, de könnyű, ma repoharat is mosni kell ezerszer, tehát ilyen szempontból semmi a környezetbarátabb. Meg eleve nem értem, hogy a kocsmákban még kellett bevezetni a műanyag poharat első körbe, miközben az üvegpohárból sokkal finomabb a sör is, meg az üdítő is. Undorító műanyag pohár. Persze. Egyébként az építőipar a legdurvább. Ilyen szempontból vitatkoznék egyébként a például a Pogácsa Zoltánnal, ami volt nálatok, ugye a fenntartható fejlődés, meg helyi gazdaság is egy önállítás. Ugye ezt szokták mondani, hogy a végtelen, véges méretű bolygón a végtelen növekedésben csak teljes idióták, meg közgazdászok tudnak inni. Na most ilyen a nem növekedés is, én azért kicsit ide sorolom, mert a nem növekedés az hosszú távon megoldás. Ez tény. Mert ugye minden évben 3%-kal növekeljük a GDP-t, akkor ki lehet számolni pár év alatt, azért az egy duplázódás, aztán triplázódás, négyszer, ötszöröződés. De rövid távon nem megoldás, mert ha azt veszük, akkor azt jelenti, hogy 95% az energiának arról szól, hogy ami van, az működjön. Uh-huh. Közvilágítás, fűtés, temető, működik a kórház. Akkor te mit valasz, mit kell csinálni? Nem növekedés, ez azt is jelenti, hogy akkor nem építünk már kórházat Afrikában, nem építünk öregek otthonát Magyarországon, meg ilyenek. De nem is bontunk, mert a bontáshoz már be kell indítani a bulldozert, ugye? Tehát a nem növekedés, tehát a megoldás az az, hogy mi használjuk az erőforrásokat máshogy. A legkörnyezetbarátabb áram, azt tudod melyik? Amit nem használsz el? És nem kell megtermelni. Ez egy beugratós kérdés. Igen, volt. Mert nem kell hozzá sem. Nem napelemet se kell gyártani, szélerőművet se kell gyártani, aztán meg beleburítani a földbe és elásni, sem atomerőt nem kell építeni, aztán elásni az atomhulladékot, se semmi. Bármi, amit elhasználsz, az már pazarlás. És lehet, hogy annyi kéne, hogy
valahogy azt kéne az emberek fejébe beleverni, elgőzöm nincs, hogy hogyan, de azt kéne beleverni, hogy az emberek az élményeket gyűjtsék, ne a tárgyakat. Mert érményből bármennyit össze tudsz gyűjteni, és az nem kell elmenni a Bahamákra, nem kell elmenni, mit tudom én, Dubajba. Élményeket itt is tudsz gyűjteni, itt a Jókai utcában vagyunk, itt a parkban is ki tudsz ülni valakivel, egy jó piknikezni, ott vannak fapadok, jó, lehet le kell fertőteni, előttem, nem tudom éppen ki mit csinált rajta. De ott tesztek egy jó szenyót, az is tud lenni egy jó élmény. Vagy egy sörözés. Igen. De még sör se kell. Hát most egyébként social drinking is egy tök fölösleges dolog olyan szempontból, hogy amúgy na. Azért ilyen durva dolgokat ne fogalmazzuk meg ebben az adásban. Meg nagyon fontos, hogy egy kicsit a táplálkozásunkon kell változtatni, mert a táplálkozásunk is brutális környezetszennyező, amit otthon meg tudsz csinálni. Például sokkal kevesebb húst kell enni, meg gabonafélét. Mert ugye volt ez a táplálkozási piramis, egy ordinári hülyeség, tehát ez a sok gabona, tej, hülyeség, ez alak idején a gabonaipari cégek, mert tejipari cégek egyébként nagy milliárdokat öltek bele a marketingbe, hogy elhitessék az emberek, hogy a tejfogyasztás egészséges, nem a tejfogyasztás, nem egészséges. Az emberi szervezet például a kálciumot, amire szüksége van, azt a káposztából szedi össze, nem a tejből. A tejtől maximum majd jó, aki laktóz érzékeny, az a vécén egy jó időpontot eltölt. A tejfogyasztás nem egészséges ilyen szempontból. A sajt. Igen. Uh-huh. A tej nem. Ez fermentált. Egyébként régen a parasztok nem is nagyon ittak tejet egyébként, mert sajtot csináltak bőmben, mert a sajt volt a legtovább eltartható élelmiszer, ugye mielőtt nem volt hűtőgép, és az volt a vastartalék, úgymond. Tehát amikor beütött az éhínség, akkor azért is volt az, hogy ez a bibliai 7 év. Ez azért volt, mert a sajt 7 évig áll el nagyjából. Az, hogy a Európában a Covid-dal kapcsolatos egy legnagyobb tévhit, az az, hogy a Covid az a idősekre veszélyes. Nem, a Covid a kövérekre volt veszélyes. Ja, az elhízottak. Mert a Covid-nak a fő problémája az volt, hogy a citokin ciklus, az a lényeg, ez most ilyen nagyon tudománytalanul leegyszerűsítve úgy tudom elmondani, hogy a Covid-ban nem a vírus volt a veszélyes, hanem hogy a szervezet túlreagálta. És egy olyan immunreakciót látott ki a szervezetben, gyakorlatilag egy ilyen vihar volt a vérben, ezt nem tudom ilyen költő ilyen körülírni, ami túlterhelte magát a szívet, az érrendszert, és gyakorlatilag a saját immunrendszered ölt meg téged, mint egy autoimmun betegségnél. És azért a kövéreket vitte el valójában, nem az öregeket, csak nálunk Magyarország egy együttállás volt, hogy a magyar idősek általában a kövérek is, hogy mert az ő, mert egy elhízott embernek, ugye az ér és szívrendszerét maga az elhízás az túlterhelte. És ilyen szempontból kicsit vicces az egyébként, hogy a dohányzás miatt szidjuk az embereket, de a kövérség miatt azt meg el kell fogadni a épségben a body positivity értelmében, miközben egyébként kövérnek lenni ugyanolyan káros dolog, mint láncdohányos. De jó, hogy ezt mondod, azért ezt Amerikában mondják egy kis ideje, ráadásul ugye születtek statisztikák is, hogy az elhalálozottak, kórházban elhalálozottak közül legalább 70%-uk volt obéz. Tehát, hogy igazából, ha ennél súlyosabb komorbiditási faktor fel tud valaki mutatni, akkor elővele. És hogy erről meg kurvára nem beszél senki. Hát nem, benne a nyúnyóka volt a tévében. Hát jó, igen, azt mondták, hogy mennyire oltasd be magad, meg mit tudom én, de az, hogy kajálj normálisan, érted, meg ne legyél geci dagat, meg egyél vitamint, meg mozogj, ami ráadásul ingyen is van. Azt nem mondták, ez tök érdekes szerintem. Ez is konteó. Ez azért is van, mert egyébként a különböző csoportoknak kell maguknak gyártani egy ideológiát, ami összeköti őket. Most mit tudom én, a pankráció, én szeretem a pankrációt, vannak ilyen sötét napai. Na ne őrizd meg! Igen, hiteltelené vált az egész műsor. De ez a lényeg, hogy van egy téveszme, miatt hülyeségbe gondolják az emberek. Az emberek a pankrációt egy sportnak hiszik, egy megjátszott sportnak. Nem, a pankráció az egy előadó művészet, az gyakorlatilag nem a boxnak van egy dimenziójában, hanem például a Lord of the Dance táncnak. Ők nem is próbálják előadni azt, hogy ők ezt komolyan csinálják, mert az is a cégnek a neve, a utolsó VVL-nek az utolsó elbetű, az entertainment, szórakoztatást jelenti. Tehát ők ezt soha csak próbálták úgy előadni, ez egy komoly sport lenne, ez egy mozgásszínház. Mi gyerekkorunkban elhittük, hogy ez valami. Nem, hát de rendes sztorik vannak, szerelmi szálak. Az igaz, de azért kurva kemény fizikailag. Tehát igen. Nagyon kemény, egyszerű kés, meg minden. Igen, az a vicces, amikor pankrációról beszélgetünk? Ilyen a kocsma filozofásról. Arra akarták kiukadni, hogy minden csoportban még a pankrációnak is vannak közös értékrendjei. Jézusom. Szeretjük a CM Punkot, vagy nem? Most egy dolgot mondtam, hogy aktuális téma. De ugye ez mindenhol megvan. Tehát egyszerű példát mondok, hogy Amerikában ugye most gyakorlatilag van a két politikai szélsőség, a woke és a alt-right. Uh-huh. Ugye a woke az arról szól, gyakorlatilag a legszélsőségesebb része, amit így a Facebookon találkozó kommentmezőben, hogy a
minden is a minden rossz a világban abból fakad, hogy a cis-hetero fehér férfiak elnyomnak mindenki mást is, főleg a nőket. Az alt-right az ugyanezt mondja, azzal a különbség, hogy nem a cis-hetero férfiakat nevezi meg bűnösnek, hanem a, vagy a melegeket, vagy a migránsokat. Ez most országonként változó. USA-ban ugye főleg a LMBTQ-t, a migránsokat. Nálunk ilyen szerencsésen úgy jön ki, hogy pont a arab migráns nem váltó óvodás a legrosszabb, ugye? De ez valójában igen ekvivalense, ugyanakkor a baromság a kettő. Nálunk van egy ilyen visszatérő kérdés a boldogsággal kapcsolatosan, de ezt egy kicsit most kisarkítom, vagy kiforgatom, tudnélék. A több mint 75 adás során arra ébredtünk rá, hogy a boldogságnak az egyik elengedhetetlen faktora az, hogy az ember megtalálja az életének azt a célját, ami miatt érdemes élni. Csak az a baj, ez minden embernél más. Az nem olyan nagy baj. Olyan az szempontból baj, hogy társadalmilag ezt nem tud elérni, mert egyszerű példát mondok. Itt vagytok ti ketten, tételezzük fel, hogy nem a jelen valótokban vagytok, hanem mondjuk egy visszatekerjük az időt egy 4 évvel, és ugyanarra a csajra hajtotok 4 évvel ezelőtt, akkor csak az egyik ötök lehet boldog, a másik az rohadt szarú fog érezni. Ez nem is a csajtól függ. De igen, hát... Vagy mindkettőtöket lekopint és lelép egy milliómossal, igen. Az is lehet, bár ez azért nem jó példa, mert hogy a boldogságot egy külső tényezőhöz köti. Mindeközben meg mi úgy gondoljuk, vagy legalábbis ezt a saját nevemben mondom, én úgy gondolom az itteni adások tapasztalata során, hogy a boldogság az egy konkrétan belülről fakadó érzés, aminek az egyik elengedhetetlen faktora az, hogy az ember tudja azt, hogy miért érdemes élnie, mi az, ami őt az élete hátralévő részét egy úton elindítja. És ha már a boldogságról van szó, a te esetedben az, hogy a agráriummal foglalkozó kontaoknak a megcáfolásával, az egy olyasféle út, ami kimondottan vezethet a boldogsághoz. Erre légy olyan kedves reagálni. Visszaértünk a konteókhoz egyébként, mert a konteók boldogságot okoznak egyébként. Ilyen szempontból... Akkor a cáfolatuk is. Igen. Bizonyos szempontból igen. Egyébként a konteók olyan szempontból okoznak boldogságot, hogy hasznosnak érzed magad, mert mindenki szeretne hasznosnak és sikeres lenni. Igen. Tehát szerintem nincs... Ugye van a Maslow piramis, azt szerintem mindenki ismeri, arról nem akarok nagyon részesen beszélni, ugye az arról szól, hogy először megpróbáljuk a fizikai igényeinket kielégíteni, ha ez sikerült, akkor jönnek a magasabb, haladunk a kognitív funkcióban fölfele, és az ego van fölül, hogy ez a én legyek hasznos, sikeres, akármi, mit tudom, a miniszterelnök, elnök, vagy tévésztár, kinek mi éppen a ízlése. Nekem például az egyik legnagyobb ilyen sikerélményem életemben az az volt, amikor megírtam a doktorimat, mondtam külterületeknek a problémáiról írtam, hogy ez a városfejlődés a külterületeken milyen negatív hatásokat ért, és egy konkrét városnak a polgármestere írt nekem egy levelet, hogy ő olvasta az interneten a doktorimat, ő az alapján azt módosította a HÉSZ-t, a helyi építési szabályzatot, az ITS-t, sőt egy-két dolgot maga elintézett, és visszajelzésként kapta azt, hogy tényleg mondták az azon a külterületen élő emberek, hogy mennyivel jobb lett az életük. Egy darab közvilágító lámpát kellett kitenni a busz megálló mellé, és már jobban érzték magukat, az emberek meg murvával leszórták az addig földes utat, és akkor tényleg már tudtak közlekedni rajta biciklivel. Ez ennyi. Tehát nem ilyen milliárdos tételekről beszélünk. És gyakorlatilag én el tudom mondani, hogy körülbelül 600 embernek jobbá tettem az életét már. Azért megírtam a doktorimat. Szerintem én a magyar politikusok 90%-ánál már többet tettem az emberek, mert legalább 600 emberen ténylegesen segítettem. Jogos. Gratulálok. Tehát, a másik dolog, ami szerintem nagyon fontos, ugye az ön elfogadás. Tehát, hogy merj magad lenni, ne akarj egy Insta profil lenni. Ugye van egy ilyen baj, hogy az Instagram az ugye minden embernek az életének a legjobb 10%-át mutatja be, az emberek azt hiszik, hogy ez az egész élet. És a eloszlási görbének a többi része, az átlag hétköznap az úgy kiesik, meg a rossz napok is. És valójában így merj magad lenni. Tehát merjél olyan lenni, amikor rottyos vagy, mit tudom én, másnaposan, buli után, ráncos fejjel, így mozsatlanul, borotválkozás nélkül is kimerj menni az utcára, és merj úgy is jól érezni magadat a haverokkal.
mert felvállalni azt, hogy te mit, hogy nézed a Pankrációt. Mert igen, ez boldoggá tesz, mert azon sokkal jobban szórakozó, mint bármilyen hülye tévésón. Most őszintén ott van a focibikó, így hozzáérnek Ronaldo lábához, a szanyat vágja magát, az kevésbé van megjátszva. Most igen, őszintén. Úgy szeretlek. Na jó, gyerekek, zárjuk ezt az adást. Még nem, egy nagyon fontos dolog szerintem ez a boldogságban, hogy ugye a baj az, hogy a Maslow piramisnak mindenki az aljáról indul, és hogy ott bármi hiányzik, hiába van meg magasabb szinten valami, akkor is hiányérzete marad. Tehát hiába vagy te a világ legboldogabb embere, ha éppen nincsen párod, akkor azt nagyon hiányérzetnek érzed meg. Hiába vagy te a világ legboldogabb embere, egy rosszabb életben laksz, akkor szarul fogod magad érezni. És gyakorlatilag mindig lesz valami, és nagyon sokszor a kontaók például pont ezért működnek, és akkor visszautalnék a múcsos lejére, mert pont ezt az egy hiányt, ezt valamivel el tudod ütni. Te Gábor, most én nem tudtam megállapítani ebből, hogy te most akkor boldog vagy? Én nagyon boldog ember vagyok egyébként. Főleg, hogy itt voltál nálunk. Én nagyon jól érzem magam kutatóként, én nagyon hasznosnak érzem a munkát, amit végzek, szerintem nagyon jó a magyar kutatói közeg egyébként. Ugye ez a vicces egy kicsit a dologban, hogy a magyar kutatók a világon mindenhol elismertek, csak országon, nem? Ez mindig is így volt. A boldogsághoz egyébként szerintem tudod, mi kellene leginkább? És a boldogságot és a klímaváltozást most hozzuk egy kalap alá, meg a konteókat. Tehát szerintem a boldogsághoz az kéne, hogy egyrészt beszélj idegen emberekkel. Minél többféle emberrel ismerkedj meg, szerez minél többféle impulzust. Akkor nem záródsz be egy ilyen buborék jelenségbe, és nem is fog frusztrálni azt, hogy az Instagramon mit láttál, vagy a Facebookon hülyének tartottak. Nagyon fontos az, hogy szerintem merj magadban kételkedni. Hidd el azt, hogy valamiben te tévedsz, valamiben igazad van. Mindkettőt hidd el magadnak. És az is nagyon fontos, hogy merj emberekre támaszkodni. Szomszédra, barátnőre, rokonokra, akárki, idegenekre. És hogyha az emberek egy kicsit nyitnak a világ felé, akár tudományos értelemben, akár mondjuk például lecserélik a tévébe a sókat bármire, akkor az jó lesz. Az emberek nem a tévé előtt butulnának, hanem esetleg mondjuk összejárnának a szomszéddal beszélgetni. Szerintem biztos, hogy egy korábbi műsorotokban már elhangzott, nem is tudom, ki mondta, hogy egy tök jó mérője annak, hogy az ember mennyire felkészült a saját életében, hogy tudja a szomszédja nevét. Igen. Például a prepper mozgalomban az egyik alapvetés, hogy ismerd meg a szomszédjaidat, mert ha Marika nénivel beszélgetsz, akkor valószínűleg Marika néni sokkal nehezebb szívvel fog leszúrni téged. Igen. Van ez a Magyar Prepper és Önvédelmi Csoport a Facebookon, ami ilyenekről szól egyébként. Ott nem ilyen van, izé van, hogy építsél atombunkert, még ilyen hülyeségem, de az emberek elképzelnek, hanem arról van szó, hogy igenis, készüljünk fel arra, hogy lehet földrengés, tűzvész, akár a lakásodban lehet egy tűz, mondjuk legyen ott egy porraloltó. Most kíváncsi vagyok, hogy ezt a műsort néző emberek hány százalékának van ott egy porraloltója. Én csak azt szeretném neked mondani, hogy állatira élveztem ezt, és nagyon-nagyon köszi, hogy eljöttél Szegedről ide ma este hozzánk. Szerintem szuper beszélgetés volt, és nagyon-nagyon-nagyon tanulságos minden szempontból. Úgyhogy köszönjük, hogy eljött utána. Hálásan köszönjük. Én szeretném majd még ezt folytatni a később, a továbbiakban. Legyen úgy. Köszönjük legyen. Szépen. Hölgyeim és uraim, dr. Vasáros Gábort hallottátok a Mindenségit podcastben, és várunk titeket jövő héten is. Vigyázzatok magatokra, készüljetek mindenre. Jóra, rosszra. Na, csá. Jó szerencsét. Ki hagyta, hogy szeressétek egymást. Na, az már alap. Sziasztok. Szeressétek egymást. Gábor, köszönjük szépen, egy csomó fénykép elkészítettek. Állandó hangtechnikai partnerünk a Microsound Kft.